Hello, hello, srácok! Szevasztok, üdv mindenkinek! Kellemes délutánt kívánok egy újabb jó kis város építős szitizésben. A hangom meg még mindig fantasztikus. Köszönöm szépen, hogy ma is csatlakoztatok. Szeva és szeva mindenkinek. Marcinak pedig gratulálunk a VIP rankhoz, így egyből az elején. Ha már ilyen faszán időzítetted, akkor majd a stream végén megcsinálom. Hogysmint? Remélem mindannyian jól vagytok ezekben a borús, zivataros, viharos időkben. Ugye az volt a terv, hogy ma UFC-zünk, aztán majd holnap folytatjuk a Cities, de nem tudom, annyira elnyomott ez az ocsortány időjárás, hogy egyszerűen nem tudtam magam fölpörgetni a UFC-re. Úgyhogy ma Cities-ezünk és holnap UFC-zünk. Holnap úgyis egész napos programok vannak, már kitöltöttem a menetrendet is, srácok. Úgyhogy a hét hátralévő részét látjátok. Már elvileg pénteken nem leszek, megyek egy kicsit dolgozni a cérnagyárba, hogy egy kis érdemi munkát is végezzek, de hogy szerdán holnap lesz elvileg 3 stream, meg csütörtökön is lesz 2, úgyhogy azért unatkozni nem fogtok, akinek hiányzik a pofázmányom vagy a hangom. Minden esetre remélem, hogy ti energikusabbak és produktívabbak vagytok, mint én. Nem annyira érzem ezt a mai napot. Tudjátok, néha vannak olyan napok, amikor az ember így, bár lehet, hogy csak nálam, de gyanítom, hogy mindenkinél, amikor így nem érzed. Nem érzed ezt a létezés dolgot, hanem így érdeklődés hiányába elmaradhatna a nap. Ez ma egy ilyen nap, de általában ilyenkor a stream, meg így a dumálgatás veletek az helyre szokott rakni. Úgyhogy pörög a város, rengeteg dolgot csináltunk tegnap, amikkel, hát, elégedett is vagyok, meg nem is egyébként. Arra jöttem rá, hogy így, hogy még mindig új nagyon sok mindenben a Cities 2, egy csomó mindent nem tudok egyszerűen záros határidőn belül megcsinálni, ezért mindig elégedetlen vagyok, hogy soha nem készülünk el semmivel. De hát, hogyha ma? Ki tudja? Hát, hogyha ma? Sose lehet tudni, 2 utat építünk ma? 3-at? 15-öt? Senki nem tudja. Egy kicsit próbáltam fixálgatni stream előtt a dolgokat egyébként, nyugi, nem nyúltam bele semmibe. Vannak ötleteim, hogy mi készül. Indítsuk el a játékot, és akkor majd aztán elmondom, hogy mi a terv, és ha megvalósítani nem is tudjuk, legalább el tudjátok képzelni. Minden esetre én végtelenül hálás vagyok, ez ne legyen kérdés senkibe, mert elképesztően kitartóan és kellemesen nézitek a szenvedésemet a játékkal, úgyhogy remélem, hogy ez jót jelent, és mértéktelenül hálás vagyok ez irányban, csak sose vagyok elégedett. Mindig úgy vagyok vele, hogy sikerülhetett volna elsőre is szimmetrikusra, meg profibban, de hát meglátjuk, na! Szeretitek ti is, ha fáj, így van! Gyakorlatilag a kis lelki szemetes ládánk a City Stream. Oda jutottunk, de ez így van, jól. No! Mielőtt belevágunk, nagyon-nagyon köszi a mai támogatásokat is mindannyiótoknak. Nemi fiú, Kiku, Gavza, Csakszilárd, Neo, köszi neked is, Sandy, Chili, Bobby Retro, Marci, köszi a csíreket, Vivienke, jó van, Marci, ha már ennyit csírálsz, akkor oda dobom azt a vipet. Hát most már én érzem magam kellemetlenül, bam! Parancsolj. Mitch G, Vivienke, nektek is köszönöm szépen, srácok. Kvotézia, neked is köszi a 26 hónapot. És akkor induljunk el, srácok, Cities 2. Ma is felvázolom az ötleteimet. Ti is felvázoljátok a tieteket. Aztán középen majd valahol megállapodunk, amikor az első 90 fok nem sikerül. De ezért szeretjük. Ennyien. Jaj, én még most vettem elő egy Win 95-ös gépet, hogy stream közben hosszú évek után újra nyomjam. Egyébként a régi SimCity-k nagyon adják, hogyha valaki retrózni akar. Csak mondom, jó játékok azok a mai napig. Ez már az. Ez már az. Nessali, mérges vagy? Ezt a fiam szokta kérdezni, csak ő nem Nessai-nak hív, amikor rászólok. Nem vagyok mérges. Miért lennék mérges? Mondja, mérgesnek tűnök? Hát nem vagyok én mérges. Minden szuper. Minden szuper, kiváló. Igattabb vagyok, mint valaha. Nem jött még update a játékhoz, Rocky. 2 volt, azt hiszem. Így a mióta streameljük, azóta új nem jött.
Na. Srácok. Ugye itt mókoltam. Elkezdtem sétálóutakat építeni. Ugye itt jó bezónáztuk az egészet tegnap délután. Aminek köszönhetően akkora népesség növekedésünk lett, hogy... Hát na. Helyzet van. Kérdezhetnétek, hogy ők itt mit csinálnak az úton. Erre tulajdonképpen én is kíváncsi vagyok, de... Hát ez egy szabad ország. Maradjunk ennyibe, ez egy szabad ország. Autópályán sétálgató emberek. Dugó. Hát, meg. Van olyan, hogy beüt a szar. A Nessali gyémánt végzi munkáját, odafordulnak, visszafordulnak. Minden van. Minden van, amit akartok, érted? Főleg dugó. De ezt majd meg fogjuk tudni fixálni. Igazából, amit streamen kívül csináltam, borzasztó izgalmas, ilyen szép sétáló utakat húztam be, meg leraktam pár parkolót, meg ide is leraktam pár parkolót, meg látva a dugót, egy pár zónázást kitöröltem. De! Befejeztem azt, hogy itt ezek az utak lesznek, kész, ez így fog kinézni ez a zóna, és itt kitöröltem pár kereszt utcát, mert arra gondoltam, hogy itt lesz az egyetem. Nézegettem így az egyetemnek a méretét, láttam, hogy jó nagy, úgyhogy arra gondoltam, hogy majd ide jön az egyetem. Így ide tök jól elférne. Mondjuk itt ez pont nem akar középen lenni, de egyelőre ne őrüljünk meg, majd mindjárt megőrülünk tőle. Úgyhogy azt gondoltam, hogy azt odarakjuk. Aztán gondoltam, hogy ide rakunk egy vonatállomást, és akkor ide bekötjük ezt a személyvonatot, és valahova ide is rakunk egy állomást, mert hogy itt körbe zónáztam a vonatsíneket, amúgy szerintem rohadt állatul néz ki, hogy így, ugye itt üres volt, amit tegnap szenvedtünk a vonatokkal, de így körbevettem utakkal, meg ilyen gyárakkal, és amúgy így sokkal jobban néz ki. Mármint, hogy így aztán iparzóna. Csak ugye a probléma az, ami miatt a dugó van, hogy most egy csomóan innen jönnek át oda dolgozni. Most ő mondjuk pont nem tudom hova megy, ő mondjuk valamiért ide jön. Szóval, hogy meg kell csinálni az M0-ásat. Ezt tudom, hogy ijesztő, de ez a terv. Tehát tulajdonképpen itt majd el kell mókoljuk valahogy ezt az utat, hogy ne az egész városon keresztül jöjjenek, innen ide, hanem hogy valahogy meg tudják kerülni a várost, és reménykedünk benne, hogy használni fogják azt az utat. Úgyhogy így ezek az első számú tervek. Rengeteg fejlesztési pontunk van, ugye? Szintet léptünk tegnap, úgyhogy van 9 pontom, amit el tudunk költeni. Nem tudom, hogy van-e most olyan dolog, ami nekünk nagyon kell. Egyébként annyira nem. Itt vannak különböző mérnöki egyetem, meg orvosi egyetem külön. Ezek majd ilyen extra épületek. Nagyobb tűzoltóság. Nagyobb rendőrség. Vegyük ki a börtönt, mert azt megígértem nektek. Police Headquarter Prison. Kivesszük a börtönt. Mert azt legalább már tudjuk, hogy hol lesz. Meg kivesszük a villamost. Mert azt is beszéltük, hogy csinálni akarunk villamost. És akkor maradt egy pontom, azt meg... Az az áfa. Azt elrakjuk későbbre. Jó? Úgyhogy emígy. Na kérem vissza a beateket. Köszönöm szépen. Mivel kezdjek? Rakjuk le az egyetemet, mert az biztos, hogy ott lesz. Kivéve, ha el nem mozdítom. Azzal meg kéne szemben, hogy ez valahogy középre kerüljön. Mert amúgy nem tudom, hogy ez hogy nincs középen. Már most a közepet úgy értem, hogy ugye ott van egy szembejövő út. Na most le kéne számolni, mert amúgy általában középre rakja a dolgokat. Jó, tudjátok mit? Hatékonyak leszünk, 1,5 millió. Lemérjük. Már megtanultuk, le kell mérni. Ez itt 144. Ez itt 152. Akkor jól láttam, hogy nincs középen, semmi baj. Kikapcsoljuk a snappelést, és akkor szabad kézi Nessali. Az én nevem személyesen. Várjál, csűrjed föl a kamerát.
Igen, úgy tedd az útnak a széléhez, az ott középen legyen, bám. Gyönyörű, csodálatos. Na, elég fassa ez az egyetemi kampusz. Mi az ott, játszótér az egyetemre? Nem, nézd meg, ilyen izé futógépek vannak, meg amit akarsz. Ez ilyen gyúrmatér. Kár, hogy így kijelöli, ha ráviszem az egeret. De itt van ilyen meditációs központ, szökőkút. Volt ott kinti bicikli is, igen. Nagyon menő. Mik az upgrade-ek az egyetemhez? Lehet bővíteni. Meg van hozzá park. 40 ezerért. Hülye vagy meg. Hát amúgy tulajdonképpen, Mónika. Igen, az a baj, hogy egyrészt legalább 65 ezer FPS-ünk van. Azért ez jó nagy. Ugye, that's what? Hát, ha lerakom mellé, akkor vagy ide, és akkor oda húzunk egy sétáló utat. Az úgy működhet. Igen. Várjál, de akkor úgy csinálom, hogy így csinálom. Ezt már meg fogom bánni. Mekkora park ez, bazeg? Mit csinálnak az egyetemisták egy ekkora parkban? Mondjuk, van pár ötletem, de ezt inkább megtartom magamnak. És akkor mi lenne, hogyha így... Igen, piálnak leginkább. Igen. Úgy, ott lehet sétálgatni. Igen. Igen. Várja, nem. Ott majd az ahhoz csatlakozik. Igen. Igen. Azt ott végig húzatolod. Így. Így. Very nice! Lenni szép. Még az a hátsó ügyenes egy kicsit ott közel van. Nem tetszik a streamernek. Azt egy picit, ott az milyen segédvonalat találtál, ami neked így tetszik? Az így jön ki. Mert az meg túl messze van. Várjál egy picit, majd azt én tudom, hogy hol lesz. Kapcsoljad ki a snappelést, ott lesz pontosan. Pontosan. Így. Megint olyan dolog, ami rajtam kívül senkit nem zavar, de így szebbek a határai az egyetemnek. Jó? Nem szimmetrikus? Te vagy egy nem szimmetrikus? Jó az úgy. Itt tudjuk, hogy eleve az utak nem szimmetrikusak, úgyhogy ne nézzetek oda. Itt tudjuk, hogy kicsit el vannak rontva a 90 fokok. Úgyhogy adjátok szegény egyetemistákat nyugodtan felelsz vagy merszezni a parkba, kicsit ferdék lesznek. Teljesen jó. Megvettük. Jó. Kell nekünk egy elnevezgetés ehhez a zónához amúgy. Most már úgy nyomjuk a City parancsot, hogy 30 másodpercetek lesz jelentkezni, hogy ne azzal spameljük. Továbbra is csak száboknak érvényes, mert a felkiáltójel City. Pörgessétek, aztán le fogom zárni, ezt gyorsan kiválasztjuk. És ugye azt kell még kitaláljam, hogy hova rakjuk le a villamos depót. Mert gondoltam, hogy pont nem fog ide férni, de pont ide fog férni a villamos depó. Egyetem mögött villamos depó teljesen korrekt, nem? Mert amúgy vagy ide rakom, vagy ide, de... Gondolj, Bugsy, gondolj. A villamosról át kéne szállni, át kéne tudni szállni majd a vonatra, hogyha valaki át akar közlekedni az ipari zónába, bár tulajdonképpen tök mindegy, hogy egy depó honnan jön ki. És hogyha itt lesz egy vonatállomás, hát amúgy... Ott egy repülő! Láttuk? Ott megy. Milyen szép zöld.
Rakjuk le ide a depót. Nem, valószínűleg ide kéne a depó, csak itt nem tudom, hogy hogy lesznek az épületek. Meg hogy hol fog menni. Jó, azt még kitaláljuk. Először valószínűleg a vonatot kell lerakni. Na, közben lezárom a citizést, és akkor adunk egy nevet a kerületnek. Listen! Ú, ez egy nagyon jó név, ez nagyon nemzetközi. Listen Way. Abban a pillanatban, meg akkor már választunk egy szerencsés járókelőt. Oda néz, őt ki is választjuk, ő lesz Buzzer Wolf. Buzzer Wolf. Pontosan ő lesz az, és be is követjük. Be is követjük. Ő egy munkanélküli. Hát Buzzer, remélem jobban megy a sorod. Köszi szépen a jelentkezéseket, srácok. Köszi, köszi. Jó. Mi van? Ácsi. Mi történt Izével? Mondjad már kivel. Meghal? Roli volt. Mi van Rolival? Roli elköltözött, vagy meghalt? Én nem töröltem ki. Na, hát egy F-et akkor Rolinak helyezzünk el. Ez nem volt így tervbe, hogy... Na, hát akkor... Amúgy azt tudj, elköltözött, írta? Na, azt tudtuk, hogy elváltak. Na. Jó, hát akkor Buzzernek majd meglátjuk, hogy több sikere lesz-e. Meg egyetlen az élet. Na, azon gondolkozom, hogy itt befejezem gyorsan az utat. Ott az 3-nál húztuk meg. Így. Igen. Kiváló. Tetszik nekem. És akkor... Iket, ezzel fogunk a legtöbbet szenvedni, hogy ezen túl kell esni. Vonatállomás, train station. Hogy néz ez ki? Há, jó nagy. That's what she said. Rakjuk ide egy... Rakjuk ide. Bám. Tessék, ez egy vonatállomás. Nem, mint hogyha nem látszana, de oké, okay, vonatállomás. Ez itt van. Ha ez itt van, az azt jelenti, hogy... hogy nincs máshol. Ez például jelenti. Azon gondolkozom, hogy először az M0-ásat csináljuk-e meg, vagy ne? Na figyeljetek, itt eleve bajba vagyok. Mert itt át kell jöjjünk valahogy a vonatsíneken. És akkor itt behúzzuk az autópályát. Az tök oké. Okay. De ide is kell egy vonatállomás valahova. De itt nincs hely egy rohadt vonatállomásnak se. Azt valahogy le kéne menedzselni azt a vonatállomást ide is. Bár, ha nagyon patkány akarok lenni, és mondjuk ide be raknék egy vonatállomást, az nem lenne lehetetlen, hogy ide berakjam a vonatállomást. Csak ott megint hogy fognak szerencsétlen vonatok elforogni? Repülőautók. Amúgy az lenne mindenre a megoldás. Szeretem, amikor gyakorlatiasak vagytok. Aha. Itt meg már még egy vonatsint kicsavarni. Innen. Az azért fájdalmas lesz. Vagy legalábbis fájdalmas lenne. Mi van, ha ide raknám a vonatállomást? Forgasd el, Johnny. Amúgy. Amúgy bele lehet erőltetni, hogyha nem megy magától a dolog. Csak itt van egy erőművem. Meg itt van egy transformátorom. De akkor miért nem rakjuk ide? Tudjátok mit? YOLO. YOLO, mentsünk, mentsünk. Amúgy levihetjük az autópályát a föld alá. Just for fun. Na figyeljetek, nyúlkálok. Mindenki figyeljen oda, mert nyúlkálok. Nem szép dolog, de néha muszáj. Jó.
Vonat. Vonat. Várjál, ebbe is bele kell nyúkálni itt az elektronyosságba. Igen. Ne villogjál, ne villogjál, majd megszerelem. Ja, hogy ezt még így egész el is tudom csúsztatni. Jót raktam le? Jót raktam le. Igen. Fú, de ronda vagy. Igen, mert nem lapítottam még ki az utat. Az anyámat. Néznek, belefúrtunk a földbe. Hát ez már lassan metró. Na jó, tűnjél innen. Terraformálni fog a streamer. Mindenki fogja meg a mellette csetelő kezét. Terraformálni fog a streamer. Úgy. Most rakjad le nekem. Hogy néz ki szara? Amúgy így néz ki jól, mert így pont odaillik a sarokra. És ha valamit szeretek, akkor az, hogyha a sarok jó. Igen. Jó. Fejezed be a rádió reklám adás hülyeséget? Köszönöm. És akkor... Mi van akkor? Több lehetőségen gondolkozok. Nem, ezt az egész vonat megoldást már nem kéne módosítani. Kanyarogjunk? Nézzük meg, kanyarogjunk! Csak izgalmasabb a vonaton úgy ülni, nem? Ha kanyarog. Kanyarogjon. Nézzünk egy kanyarodást. Elnézést kérek azoktól a csetlakóktól, akik ezen a szerelvényen ülnek. Sok sikert majd, sok sikert. Na, figyelj ide, mert épít a streamer. Szoktátok javasolni ezt a komplex körvet, de nem tudom, hogy működik. 24. Ez túl szoros neki, 32. Ez is túl szoros. De miért túl szoros? Hát lazítsál a gatyán egy kicsit. De valószínűleg az állomás... Nem, a 40-40 az jó neki. Igen, de nekünk nem jó a 40-40, mert valahogy... Valahogy igényesebben kéne ezt oda kifacsarni. Már az is lehet, hogy... Egész szépen kanyarognak amúgy a sínek maguktól is. Igen, hát arra gondoltam, hogy egy 90 fokos baljobb sikán csinálunk neki, de az annyira nem akar működni. Ezzel így lehet, de ez így nem tudom, hogy hogyan jön ki pontosan. Értem, hogy miért nem szeret ez nagyot fordulni. Jó, akkor... Akkor megcsináljuk egyszerűbben. Csak nem tudom, hogy fogom tudni én azt replikálni. Úgy csináljuk, hogy ezt behúzom vele egy vonalba. Így. És akkor itt nézzünk egy szöget. És azt megjegyzi a cseten mindenki. 131. Nem, ez így túl szoros neki. Húzd be. Mindig rossz helyre nyomok, ez nem gyorsítja az építést. Ez túl szoros. Akkor legyen 151. Aha. Jó. És ugyanezt próbáljuk itt megcsinálni. Megint azt játssza a játék, hogy két helyen van 180 fok, de mindegy. 151. Elsőre? Hát ehhez ne szokjatok hozzá. Jó.
Csak még annyit kéne csinálni, hogy nyilván tök jó lenne, hogyha ki tudnák kerülni az állomást, amúgy azok, akik nem akarnak itt megállni, például a tehervonatok. Tehát, hogy így a másik sínre is kellene rakjak, nem? Nem fognak örülni a tehervonatok, hogy át kell menni az állomáson, de hát ilyen a valóságban is van, nem? Hát ugyanúgy átmennek a tehervonatok a sima állomáson. Ja, igen, nem mondtam, boldog Halloween-t mindenkinek, aki ilyen nagy Halloween-es jellegű kollega. Nem vagyok túl nagy Halloween-es, de... akinek jó, annak legyen jó. Most ez így nem szép, de... már úgyis főkúrtam mindenkit, aki a... ebbe az iparba dolgozik a korábbi vonat megoldásaimmal, úgyhogy rosszabb nem lehet. Na, itt már csak 150-re jön ki, nézd meg. Valószínűleg ott valami puty-puty van. Igen, itt már nagy a puty-puty. A puty-puty az azt jelenti emberi nyelven, hogy itt emelkedő van. Csak nem szoktam úgy beszélni. Fogd meg. 152, nézd meg, 153, 152, 150. Szóval úgy döntesz, hogy háború játék. Szóval úgy döntesz, hogy háború. Akkor lerakom manuálisan, rohadjál meg. Oda nézz, nem baszol ki velem. Jó. Ez így korrekt. Szerintem teljesen korrekt. Lehet taxiállomással bővíteni, azt benyomom. Tessék, taxiállomás. Meg mivel lehet még bővíteni? Lehet bótokat rakni. Ja, hogy ilyet fel lehet fencizni az állomást. Oké. Már ide is rakunk taxiállomást. Mondjuk az a forgalmunkon nem segít. Kössem be a legszélsőt is, de tök fölösleges. Amúgy tökre idegesít, hogy a legkisebb vonatállomás ilyen... ilyen nagy, mert amúgy tök fölösleges. De hogy nem tudunk kisebbet csinálni. Hát, hogy amúgy... tudom, hogy be kéne kötni, csak egy indokolatlanul nagy. És szeretnétek, hogy bekössem ezt is? Nem, azt szeretnétek, hogyha haladnék, hát én tudom. Én már kicsit soknak érzem. Ahogy egész vállalhatóan néz ki. Végül is. Én rosszabbra számítottam. Ahogy neztek, tök jó. Ennél nagyobb szám, tök jó. Jó, nekem jó. Megvettük. Jó van az úgy. Jó van, ez így. Oké. Áram most kellene visszaállítani, vagy kitalálni, hogy akkor mit csinál az autópályával a stremer. Vagy inkább kössük be először a másik állomást. Nem rossz, nem rossz, de a jóhoz semmi köze. Ugyan már állandóan kritikusak vagytok. Jó. El se fogom, legalábbis nem tervezem. Azt, hogy nem fogom, azt nem mondjuk. Itt ezt minél előbb el kéne húzni. Innen, egy másik irányba. Azt nézem, hogy... igen. Jó. Kezdjük el csinálni, mert sokkal produktívabb vagyok, ha nem csak mondom, hanem csinálom is. Mennyire kell ezt kihúzni, vaj? 96. Jó, senki ne kapjon szívgörcsön. Igen. Ilyen gyorsan még nem csináltam a világon soha semmit. Igen. Nem lesz-e dugó? Már van dugó. Dugó már van. Tehát azon, hogy lesz-e dugó, azt... nem, már van.
Jó. Azért a váltókezelő az majd egy erősebb fizetést elkérhet. Jó, azt innen el kell takarodj, bár nem, mert itt van hely a házaknak. Csak ugye itt akarunk csatlakozást csinálni. Mondjuk, fogd meg a végét. De tényleg a végét fogd meg, de most nem a végét fogod amúgy, csak mondom. Ilyenkor magamhoz beszélek, ha ez még valakinek nem egyértelmű. Igen, 32, mennyit szeretsz fordulni? 40-et? Nem, 40-et se szeret. Miért nem tudnak bedőlni a vonatok a kanyarba? Van, aki nincs itt, aki egyébként mozdonyvezető? Tanuljanak már meg kanyarodni ezek a vonatok. 48, oké. Okay. Jó. És akkor annyi, meg egy Bambi. Ne ugráljál, Johnny! Ez így mit csinál? Amúgy nem mondanám, hogy szép, inkább úgy fogalmaznék, hogy rohadt ronda, de... de nem ez a lényeg. Megoldom, megoldom. Ez egy vonatsín. Ez nem kell szabályos legyen, ez így halad a tájjal. Ő így aranyosan szökel, kreatívan halad. És ez így teljesen jó a mi kis világunkban. Ezek csak boldog sinek egymás mellett. Boldog sinecskék, akik itt kanyarodnak, haladgatnak. Annyi fokot írsz meg, csak igen, így. Oda nézd, ott kanyarognak a boldog sinecskék. Ez amúgy tök szép, aki azt mondja erre, hogy nem szép. Mi a bajotok a gyémánt vonat? Most azon kívül, hogy ott bebagol a fűtextúra. Anyádért bagolsz be. Pillanat. Elkerüljük a boldog baleseteket. Igen, ne... Simulj! Hol a kertész, amikor szükség lenne rá, ugye? Te vagy már egy invalid sép, az előbb semmi bajod nem volt. Most az előbb tökre jó volt. Pusztulj meg. Az ott nem tudom hány fok volt. Ugyanúgy belelóg a fű. Akkor rohagy meg, akkor az ott egy lassító. Jó. Tökre jó. És akkor te is itt elkanyarodsz. Emlékszem, hogy 48 volt. Igen. Gyere egyenesen. Azt onnan érezd jól magad. Hány fokkal akarsz te volna? Menjél be annyi fokkal. Ez egy kicsit szoros lesz. Igen, kicsit hátrébb megyünk, mert picikét közel van. Nem, egyeneset akarok lerakni. Köszi. Úgy. Úgy. Tök jó. Nekem jó. Nekem jó. A mi kis vonatállomásunk. Ez a vasútállomás a valóságban nem tudna üzemelni. Na most mi nem jó? A kis goofy vonatállomás. Most mi a baj vele már megint? Hát most végre haladok. Amúgy rájöttem, hogy én ekézem magam lelkileg, nem alszok egy jót, hogyha egy streamben túl sok időt töltünk el tökéletesítéssel, és mindig azon vagyok, hogy nektek jó legyen,
Ti meg azért haragszotok rám, ha nem baszakszom sokat. Ez tökéletesen funkcionális. Ez a mi kis terepasztalunk. Rohadjatok meg! Igen. Simon, köszi a 32-t közben. Köszönöm szépen. Teréz anyu, Tifi Brostja, Licen, köszi a Prime-ot. Krisz Juro, Lokista, Tihi, Rozmár Roland, Benedikt, Laci. Köszönöm szépen, srácok. Csúnya, mint a készítője? Figyeljetek, ha csak annyira ronda, mint én, az nekem elég. Az nekem belefér a kvótába. Akkor legalább látjátok, hogy ki csinálta. Jó. Nekem tetszik a kis vonatunk. Ne felejtsük majd el megcsinálni a menetet. Na. Jó. Beke autópálya, meg áram. Most lényegtelen, hogy melyikkel szenvedek előbb, mert az áramra azt mondom, hogy azt lecsapom a főd alá, azt viszont hányásra. Kész. Volt áram? Van áram. Hát a börtön az nem prió, mert az nagyon sokba fog kerülni, még nem vagyunk. Még nincs 8000-en vagyunk, úgyhogy a börtön az még... Lesz majd reptér is, hát minden lesz. Egyelőre a jelenkor problémáit kell megoldani. Mondjuk, hogy megegyeztünk abban, hogy alagút. Mondjuk. Tegyük fel. Tegyük föl, hogy megegyeztünk abban, hogy alagút lesz. És tegyük föl, hogy nyilván itt fog menni az autópálya. Ezt vigyem le a föld alá, és jöjjön ki a vonatállomás túloldalán. Nem lehetne azt valahogy esztétikusan megoldani, nem amúgy. Jó, mivel ha mondjuk elveszem. Haszom, hogy alagút. És itt meg kell fixáljam a talajt gyorsan. Bár majd itt még ebbe beleszólhat az autópálya. Amúgy tök jók lettek tényleg az új terraformáló dolgok. Most nézzétek meg, mintha nem is vertem volna itt szét mindent. Igen. És akkor ez egy ilyen út. És azt mondom, hogy itt nem fog tudni ilyen meredeken lemenni a föld alá valószínűleg. Igen, ezt még kicsit hátrébb kell vinni. Azért ennyire nem. Igen. Az első alagútunk. De itt meg simán lemegy. Sép kezdődik. Így. Nyilván azt akarom, hogy ott a szélén legyen az alagút. Ja, ez már alagút? Ezt ilyen... Ez még nem alagút. Amúgy. Nyitó. Ó, de várjál, ilyet lehet. Hogy nem megyek le a föld alá. Várj. És akkor ott látszik, hogy elmegy fölötte a vonat. De nem engedi amúgy. De azért valószínűleg, mert túl közelről kanyarodik. Igen, itt valószínűleg mínusz 20 méter fog kelleni. És akkor lesz igazi alagút. Minden esetre jó tudni. Aha. Ez így Ferdének tűnik, de ő azt mondja, hogy nem az. Hű, öcsém! Azért ott így... ott azért nem lennék textúra, ott látom a bolygó közepét. Azt mondod, Mózes, hogy engedné, ha újra rakjuk a sínt? Na Mózes, te szeretsz veszélyesen élni. Vörös tengert már ketté választottad, akkor már úgy vagy vele, hogy az agyamat is lehet. Nézzük meg. Nézzük meg, mert amúgy ez egy izgalmas kísérlet. Ott levisszük. Így.
Megnézzük, hogy Mózesnek igaza van-e, vagy pedig csak szereti látni, ahogy hullik a hajam. Mind a kettő vicces valamennyire, lássuk be. És mi van, hogyha... Jaj, Nessai, már megint kreatív kocs, pedig senki nem kérte. Annyit kértek, hogy működjön a város. De persze, ha nem kreatív kocs, akkor meg beszólnak, hogy szar, úgyhogy igazából mindegy. Hogy tudnék ezzel a kanyarral párhuzamosat csinálni? Mármint értitek a kérdést. Ha nem értitek, akkor nyugodjatok meg, boldog emberek vagytok. Amúgy valahogy így. Ezt takarítsd el innen. És az ott végig megy a föld alatt. De hát az úgy, ez extrém lesz. Mondjuk mókás lenne, ha sikerülne. Mi van, ha megrajzolom szabad kézzel? Hiszen úgyis szemre jobb vagyok. Mindennyian tudjuk, hogy szemre... De most ott mi? Mitől piros? Azt mondja, ez most mitől piros? Föld alatti kábeltől? Ez lehet? Kicsesznek velem a kábelok. Aha. Ez tökre párhuzamos, aki nem azt mondja, az hülye. És ezt így engedni fogja? Ez biztos, hogy nem fogja engedni, pedig nagyon menő lenne. Jó, lehet, hogy pár emberrel eltér a fogalmunk a menőségről. Beszarsz! Oda néz, az már komplexum! Ott megy át a vonat, a nyitott a... De jó vagy. Na az a baj, hogy ezt nem fogja engedni. Mekkora állat! Hát ilyeneket nem lehetett az egybe építeni. Mondjuk normális ember amúgy se épít ilyet, csak én, de... Azért vagytok itt. Hát ez olyan, mint az állatkert, ugye? Nézd a hülyét, mit csinál. És engedi, bassz meg. Mint hogy a manóba. Ez teljességgel elmebeteg. Ugyanakkor teljességgel zseniális. Hát Mózes meg kell tapsolni. Hát Mózes nem csak a vörös tengert hasította ketté, az meg, hanem az agyunkat is. Köszi Mózes. Jó, nem mondom, hogy nem cseszi az agyamat, itt, tehát mondjuk tökre jó lenne, ha ez egyenes lenne. És mondjuk mi akadályoz meg bennünket abban, hogy egyenes legyen. Jó. Tehát ez úgy működik mi felénk, tehát elmondom, hogy hogy működik az elmebeteg fejében ez a dolog. Ez most én vagyok jelen pillanatban. Ezt vissza kell törölni. Úgy. Tudjuk, hogy működik. Nagyon jó. Igen. És meg kell fogni a terraformáló eszközt ügyesen. És egy kicsit ki kell simítani ezt a részt. Előtte nyomunk egy mentést. Ne aggódjatok. Jó lesz. Jó, bízzatok bennem egy kicsit. Bízzatok. Legalább ti bízzatok bennem egy kicsit, ha már én nem bízok magamba. Csak egy picit kell belenyúljunk. Igen, tehát nagyon, nagyon nagyok itt a különbségek. De csak ezt kell egy picit összecsúszatolni. Igen. Majd azt ott megfixálod. Kicsit visszatörlöd. Meg ezt is. Úgy. Ott egy picit megfinomgatod. Így. Jó. És akkor most adsz egy vonatsín. Igen. Várjál, kell a segédvonal. Ez ilyen íven volt. Szerintem ez nem ilyen íven volt, de mindegy. Igen.
Le kéne rakjam a párhuzamosat. Csak hogy fogok én ezzel párhuzamosat rajzolni? Segédvonal time, segédvonal hype, mindenki tegye föl a kezét. Segédvonal hype. Így. Most örülök, mert most valami olyannal cseszekedünk, ami amúgy tökre jó. Amúgy itt a domboldal bezavarja az ember szemét. Ez lesz az. Igen. Nagyon jó. És akkor most gyere rám. Le egyet, úgy. Kerülsz közelebb. A domboldál miatt mi? Ne, egyenesen. Most nagyon szép lett a széle. Úr, boldog születésnapot! Isten éltessen, basszus! Nem is tudtam, hogy ma van, ne haragudj rám! Srácok, Veldurfnak a kitartó türelméért, ha másért nem, akkor egy pár kedves emojit helyezzünk el a cseten. Ja, asszonykának! Veldurf, hány éve vagytok együtt? Tök mindegy. Már nem az, hogy hány éve vagytok együtt, hanem hogy kinek kívánom. Érted? Ha az asszonynak szülinapja van, akkor neked is. Jó. Ez az. Most szurkoljatok chat, és kész vagyunk. Ez most már csak a szurkolásotokon múlik. Aha. Kicsit belebasz a szélébe. De csak azért, mert följebb van. Ja, mert egy kicsit megemeli. Á, akkor így is kicsit csúnya lesz. Pedig a kanyarunk szebb lett sokkal. Igen, ezért van az egyébként, hogyha tökéleteset akartok, akkor előtte muszáj előtte kisimítani az egész talajt. Igen, úgy belenyúlkál egy picit sajnos, mert itt nem tudja a talajt megoldani. Nem baj. Hát akkor így. Nem baj, egy kísérletnek jó volt, megtanultuk. Tanuló pénznek jó volt. Tanuló pénznek hibátlan volt. Csak most majd itt ő neki fájni fog ez egy picit. Igen. Ez kicsit jobban kell. Jobban kell megsimítgatni. Majd ha erre építünk, akkor az is egy külön mutatvány lesz. Ugyan már ott föl tudsz menni. Ugyan már. Úgy.
Itt kicsit fölfele mászik a vonat. Kell a craft bele. Jó. Elképesztő vad ez a kereszteződés. És akkor felhoztuk az autópályát. Sáve. Sikeresek vagyunk. Kicsit hozzad vissza akkor az áramot. Így. Lő áram. Igen. Na, és akkor speed Nessali. Hát így egy kicsit már kijebb jöttünk. De amúgy nekem oké. Itt az a kérdés, hogy meg akarok-e kockáztatni egy vacsuti átjárót. Most már ugye csak el akarjuk vinni ezt az autópályát. Hogy értsük, mit csinál a hülye gyerek. Akarjuk vinni ezt az autópályát. Amúgy lehet, hogy itt kihúzom a kábelen kívülre, és akkor nincs baj. Itt menjünk a kábelok mellett. Csak húzzad rá paraszt. Úgy. Kicsit kőbánya kinézete van a sok sínnek. Ugyan már, hát ez puttópia. Your argument is invalid. Igen. És a kedvencünk az autópálya körforgalom. És rá egy... még egy vonati átkelő. Amúgy ez azért van így, hogy a tanulóvezetőket lehessen hol megbuktatni vizsgán. Tehát, hogyha valaki kérdezi, hogy ez miért így van, ez azért, itt lehet beszedni a kresszpénzt. Autópálya körforgalom vasúti átjáróval. Itt menjél át szabályosan, köcsög. Bocsánat. Kitartás mindenkinek, akinek aktuális a téma. Tök jó. Úgy. Kedvenc formám következik, egyenes. Jó. Itt kiszedtem egy körforgalma. Na azt vá, azt ott hogy szede vá, etetetete. Utyutyú. Tudod, ha nyomod, nyomjad fullba. Mekkora körforgalmakat csináltam? Médiumokat. Yes. Úgy. Úgy. Jó. Engessed összekötni? De fönn engessed összekötni. Egyébként zavarja a szememet, hogy néhol a föld alatt megy az áram, néha meg nem, de túlélem. Most az miért nem jó? Legyél már jó. Miért kell ezt csinálni velem? Mi bajod van? Hülye vagy teljesen? Akkor azt mondjad, hogy
Ne szállj, hülye vagyok. Nem haragszunk a cseten, se érted. Valaki hülye, az nem baj, csak mondja meg, hogy hülye. Úgy. Na, azt itt kéne varázsolni. A kicsit elmebetegtől a nagyon elmebetegig sok ötletem van. Ez egynek például. Át kell vinni a sinem, át kell menni, egyenesen át kell húzni a fenébe az egészen. Figyelj ide. Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Terve egy. Mentsünk egyet. Nem nyúgém, te vagy egy nyúgém. Nem nyúgém. A föld alatt az a másik. De nyugi. Tervá. Lené, ahogy a Ferrari-nál. Hát... Nézőpont kérdése a dolog. Jó, ez azért fáj. Ez azért eléggé fáj. Hát... maybe nem. Maybe nem. Azt tudom, hogy itt akarok becsatlakozni, meg itt. Csak jobban járnék, ezt a szart kiegyenesíteném amúgy. Sajnálom, hogy ezt látnotok kell. Én tudom, hogy fáj. The priorities first. Igen, csak a priorities first-öt ott kezdjük, hogy terraformálás. Igen. Ott te le fogsz bucskázni. Amúgy vannak itt ilyen vicci dolgok, amiket megnézhetünk. Mármint, hogy ilyen kereszteződés kreatúrák. Csak egy csöppet nagyok. Húzzuk be ezt az utat, várjál, hadd lássam, hogy milyen szörnyűségeket hozunk itt létre. Igen. Az a baj, hogy nem fér el nagy intersection, tehát amúgy viccből csinálom ezt, hogy körforgalom, de hogy az a baj, hogy nem nagyon van helyünk. Tehát, hogy amiatt kényszerülök ilyen elvetemül dolgokra, hogy kevés a hely. Meg így legalább haladunk valamilyen irányba. Az irány megkérdőjelezhető. Jó. Igen. És akkor vonat. Nagyon fogják szeretni itt ezt a vonatot, az autósok. Ez a baj, amit megint ezt csinálod meg szépen, sehogy, mert nem tud ilyen szűken fordulni a drága vonat.
Én szeretném, hogy itt ez elforduljon, de nem tud. Bár te. De most meg mély tudsz elfordulni? Tök jó lenne itt valami izgalmas... izgalmas megoldást választani. Tudom, nem kell nekünk izgalmas megoldás. Funkcionális megoldás kell. Igen, hát Mózes, abban igazad van, nagyon nehéz a méretarányokat előre letervezni a játékban. Tehát, hogy ezért van, hogy legszívesebben minden egyes alkalommal újra kezdenéd, mert nem látod az elején, hogy mi mekkora helyet fog igényelni. Na, ezt most faszán odahúztad, kösz. És amiatt lesz végül minden ocsmány. Persze így is megoldhatom, ahogy az előbb csak. Gondoltam, hogy valamit extrázzunk benne, de hát nem fogunk. Jó. Aztán még meglátjuk, hogy ezzel a körforgalommal mit akarok kezdeni, de amúgy lehet, hogy semmit. Jó. Ő vele meg azt csináljuk, hogy semmit. Majd, ha kell itt valami ez hely, akkor megoldjuk okosan. Úgy büszkék lehetnétek rám ilyen tempóba haladni. Ennyit nem építettünk máskor évek, évezredek alatt. Néha érdekes dolgokat produkál az áram. Úgy, még át is megy az út felett. Igazi puttó. Még akkor most meg kiúszhatnánk odáig. Kábelokat. Tedd le. Odáig, mi? Úgy. Jó! Föld alatt is lehet vinni az áramot, tényleg? Ó, basszus, kösz. Ezt korábban tudom, mik történhettek volna itt. Jó! Mentsünk egyet. Kör közepére egy jó póznát. Igen, ezt voltak írta, hogy díszítsük ki a körforgalmakat, csak nagyon kevés még a díszítési lehetőség a játékba. De amúgy nem is enged fát rakni a közepébe a körforgalmaknak. Régen sokat díszítettük őket, hát most itt ezzel elszórakoztunk picit tegnap. Jó. Az a baj, hogy abban a pillanatban, hogy ezt itt összekötöm, abból közlekedési káosz lesz. Mert mindenki ott fog rövidíteni. Mondjuk ebből eleve közlekedési káosz lesz, de befejeztünk valamit. Tehát, hogy ez így működik. Ez így jelen pillanatban összekötöttünk valamit valamivel. Jó? Jó. Mondjuk, hogy jó. Fizetőssé kell tenni. De hát az se lehet, az a baj. Jó, akkor meg kell csinálni a vonat utat. Tehát, hogy effektíve azt mondjuk, hogy... Aha. Te jössz innen... ide, és majd most lesz a jó, amikor látjuk, hogy az égvilágon senki nem használja ezt a vonatot, de mi megépítettük. Úgy. Meg csinálunk egy olyat, hogy... innen...
ide. Világgá. Melyik volt az öcsém? Oda. Ja, tök mindegy, hova nyomok, csak ott két pötyi van. Jó, és akkor csinálunk egy olyat, hogy innen ide. Hol az egerem? A fehér alapon fehér, ez amúgy fantasztikus. Ide. Ide. Úgy. Yes. Ez így oké, ugye? Oda-vissza, meg a két kinti helyre. Számít, hogy melyik pötyire viszem? Ja, igen, látom, hogy ez az... Hát... Várja, az onnan oda-vissza. De jól csináltam? Nem. Valamit elrontottam, anyád. De itt meg ezen azt izén nincs pötyi. Tönkreteztek teljesen. Jó, ez jó, azt a belsőre vittük. Az jó. Na figyeljél ide. Onnan paraszt. Igen. Te kell zoomolni. Oda, így lesz a jó. Oda. Vissza. Oda. És. Oda. Mondom, oda. Most szopadsz? Nem tudom, mi történt, chat. Bocsánatot kérek. Innen indul. Bocs, nem tudom, mi nem tetszett neki. Oda. Lehet, hogy nem jöhet vissza ugyanarra. Oda. 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 De ott van egy complete, és nem fogadja el. Ott ír egy complete. Nem tud bejönni, vagy mi a baja? Ott bugol a vonal is. Most beadta. Nem tudom, mi volt a különbség. Oda, oda, oda. Audio formátumban a legélvezhetőbbek ezek a streamek. Jó. Onnan a szélsővel. Ide jössz. Odamész. Visszajössz a szélsőre. És ott fejezed be. Nem vagyok benne biztos, hogy jó helyre rakta vissza, de most már nem nyúlok bele. Jó. Egy vonat legyen mindegyiken, szerintem az bőven elég, meg levisszük az árakat. Szóval, egy vonat megy oda-vissza, 5 centér. Kettesen, egy vonat megy oda-vissza, 5 ér. Hármason egy vonat megy oda-vissza, 5 ér. Jó, menjen! Ott mennek a szép kis vonatok. Aha, ott megvárja. Jézusom, óvatosan meg! Óvatosan! Látjátok, teljesen funkcionális. Kicsit veszélyes, de
Igen, lehet, hogy át lehetne színezni. De csak azt, hogy zöld legyen a helyi járat. Úgy. És akkor ez megy oda-vissza. Egy ember már utazik, ez az. Na mi újság van? Buzer Wolf-al semmi nincsen vele. Ihen. Jó. Hogy áll a forgalom? Kicsit megnyugodtak a kedélyek? Kiváló, 70%-on vagyunk, nem a legjobb, de most épp nem ír dugót. Jó. Azt mondja, hogy mi következzen? Villamos? Jöjjön egy jó villamos hype. Irodákat akarnak, megint mindenki irodázni akar. Tessék, iroda. Legyen villamos. Csak ilyenkor szeretem így nézni kicsit, amit alkottunk. Reméljük, hogy van, aki fogja használni majd. Oda néz! Használják! 103-an gyűnnek! Ó, te! Jó, hát pont amit egymás között, azt négyen használják, de a külső, úristen, most csak tele leszünk turistákkal, bazd meg. Nem baj. Hogy állnak a buszok? Azok is így pörögnek. Van, ami nem. Taxi viszont rengeteg van amúgy, ha megnézitek itt a sárga pöttyöket. Össze-vissza taxizik mindegyik. Boldogsággal hogy állunk? Mindenki boldog. Licembe? Licembe is mindenki boldog. Piftába is mindenki boldog. Indul a bakterház, lehet mondani. Közben újra tavasz lett, nyilván már nincsen tél, de nem is baj, mert télen nem láttam semmit. Villamos. Annyira örülnék, ha lenne medium density, nem csak high, mert a high density az mindig az van, hogy kell nekik a high density, lerakok egy darab ilyen lakótelepi házat, aztán utána eltűnik nullára a high density. Uh-oh. Amúgy majd tudjátok, mit kell csináljunk? Gyalogos felüljárókat, mert amúgy a gyalogosok fogják meg a forgalmat mocsok módon. Most nyilván megint sokan jönnek, egyrészt már közelítünk a 6 órához, meg leraktam egy csomó épületet. Ég a tűz, ne törődjetek vele, majd jönnek. Villamos. Igen, most itt van dugó. De miért álltok? Ne álljatok, haladjatok. Hova megy mindenki? Most jönnek haza a munkából. Nem baj, majd megszokják, hogy most már van vonatunk. Meg jönnek be csomóan kintről. Hova megy? Oda mész. Jézus, akkor miért nem ezen a csatlakozáson jöttél be? Mikor építünk kerítést a határhoz? Hát már itt van egy kerítés, de hát nézd meg, jönnek át a határon. Oda nézzetek. Nem akarok-e néhány lámpás kereszteződést? Hát jó kérdés, majd ki kell még tapasztalni, hogy a kettes játékban mennyire működnek jól a lámpák, mert ugye az egyesben nagyon szarul működtek. Vanguard, Bálint, Patronauta, Reha, Nelio, Tünde, Eszter, köszönöm szépen, srácok. Yeah. No. Jézus, Atya, Úr, Isten! Hát ez egy kicsit túl nagy lett! A hány emeletes ez? A mekkora panelt ide csesztetek? Azt ketten laknak benne. Látjátok, ez a baj a high density igényel. Hogy beköltöznek ketten a 220 lakásos panelba. Hát ez itt tökre elrontja a városképet, úgyhogy rip. Jó. Villamos megcsináljuk, jó? Megcsináljuk a villanyost. Állj rend. Keressetek több pénzt. Azért vagyunk negatívban, mert levettem a parkolási díjat, hogy ne panaszkodjanak a high rent miatt. Viszont most a boltok jók. Úgyhogy egyébként boltokat majd még építhetünk. Na nézzük, villamos! Leraktam a depót végül? Nem raktam le a depót. Mert arról beszéltünk pontosan, amit itt láttok is, hogy... Csínyám, mert
meg gond lehet. Amúgy ide pont elférne a depó. Vagy maradok az egyetem mögöttinél. De nem, rakjuk ide a depót, ez így tematikusan is talán ide jobban illik. Ha? Tök jó, ott azt majd mindjárt becsatornázzuk. Egy ilyen pici út. Várjál, mert lehet, hogy a pici út az nem elég neki. De várjál, van simán villamos sín. Várjál, Johnny. Igen, de ott meg nem lesz jó neki a... Várjál, majd én mindjárt tudom. Oda. És akkor oda kell neki egy sima út. Hogy a dolgozó be tudjon menni a munkahelyére. Igen. És akkor elvileg... Double tram track. Ja igen, tényleg úgy van megcsinálva, hogy át lehet húzni a villamos sínt mindenen. Mondom én, de nem me felülírja. Akkor csak a nagy utakon lehet áthúzni. Mit csinál akkor? Ez most csak esztétikum miatt. Igen. Innen vett ki a lámpát. Igen. És akkor be kell hozni a villamos sineket. Kellene. Így csinálom. Nem, ott majd upgrade-elni kell az utat valószínűleg. De egy puttó szar vagy. Bocsánat. Igen, ez majd melós lesz ezt kihozni. Lehet, hogy egyszerűbben járok, hogyha... Kell nekünk egy medium road divider. És akkor ezt kell upgrade-eljem? Ja, másik eszköz kell használnom az upgrade-esen? Aha. Aha. Köszi. Ja, és kiviszi az egyik sávba ennél a típusú útnál. Aha. Fú, de jó ronda vagy. És a kis útra is rá lehet izé? Így húzni. Aha. Na várjál. Csak nem biztos, hogy itt ki fog tudni kanyarodni. Érdekesen működik ez. Nem a kicsi útra nem fog rá... Bár te... Nem a kicsi útra nem fér rá szerintem. Vagy legalábbis így, hogy ilyen szorosan húzom be, így nem. Igen. Csak valószínű... Amúgy ilyen volt az egybe, hogy a sávra ráhúzta a villamost? Mert amúgy tök jó. Csak szerintem ilyen nem volt. Nem, ez így korrekt, ez így működik. Mondjuk így már lehet, hogy indokoltabb a lámpa, de szeretünk veszélyesen élni. Ott külön sávja volt. Mert ugye vagy így, vagy ugye azt csinálom, hogy csak így duplán kell módosítani, hogy így. Jó. Igen. És akkor hol fog menni a villamos? Csinálunk egy kört. Mondjuk itt, így. Ja, meg egyet fönn az egyetemnél. Vagy egy nagy kört csináljunk? Jó kérdése.
Úgy. Úgy. Mentek egyet, mielőtt mindent tönkre teszünk. Egy nagyot csináljunk. Csak az macerásabb megrajzolni. By the way. Csak azért. Így. Vagy elkezdünk nyolcasozni. Fölmegy, átmegy, fölmegy, átmegy, fölmegy, átmegy, lemegy, lemegy, átmegy, lemegy, Amúgy? Hát úgy hosszabb. Nem biztos, hogy... Tehát most azon gondolkozom, hogy hogy menjenek a villamosok. Tehát az egyik opció, hogy ugye ez csak a bevezet. Innen így megy, átmegy, így megy, átmegy, így megy, átmegy, visszajön. Ah, de itt is itt ment. Visszamegy, vissza, 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 vissza. Annál meg egyszerűbb, csak ez így sokkal hosszabb. Annál egyszerűbb, ha csinálok itt egy kört, meg csinálok itt egy kört. És akkor az két, vagy hát négy villamos vonal. Igen, csak itt akkor ugyanabban az irányban megy kétszer. Már föl is húzhatom. Nem tudjuk, hogy mennyire számít a szímeknél az, hogy milyen gyors a vonal. De nyilván számít. Jó, és ha ezt kihagyom, és azt mondom, hogy föl, át, vissza, le, vissza, így, akkor csináljuk úgy. És akkor ezt az utcát kihagyom. Jó, legyen úgy, eldöntöttem. Igen, akkor ezek az utak kellenek. És akkor várjatok, mert akkor most még rá kell rakni a sínt. Idáig meg vagyunk, ugye? Hol hagytam, itt hagytam. Át fog menni a körforgalmon, hát meg kell buktatni a izéket. Oda néz! Veri átmegy! Ez amúgy fájni fogott az egy kicsikét, amúgy. Ne. Stop inventing, ahogy Science mondta. Igen. Itt nem tudunk átmenni. Mi bajod van ott? De hát most upgrade-eltem. Ja, itt a külső sávba megy. De hát most nyomtam rá. Valami nem tetszett neki. Amúgy tökre állatul néz ki. Tökre jó feelingje van. Most kezd igazán így város lenni. Itt vizsgázzatok, ezt kívánjátok a legrosszabb ellenségeteknek. Jó, elvileg megvan a loop. És akkor le kell rakni az állomást. Aha. Hát várjál. És akkor egy állomásra jöhet oda-vissza? Vagy who the fuck? Úgy.
Kell két állomást lerakjak? Vagy elég egyet? Valaki nem tudja? Amint értitek a kérdést, hogyha két kell kettő? Amint hogyha oda-vissza loopot akarok csinálni. Inkább lerakok kettőt, mert... Nem tudom, hogy hogy működik. Ungam. Most csak azt nézem, hogy hogy választja szét az útszakaszokat. Látjátok, így nem rakott le egy állomást az egész útszakaszra. Ja, de hogy lerak gyalog átkelőt? Persze, hogy lerak, amúgy logikus, mert valahol át kell kelni a parasztoknak. A középső platformra. Hát abból még lehet hisztéria, de ez majd az ő problémájuk. Jó. Overlapping items. Mi nem tetszik neki itt? Oda amúgy nem kell. Ó, na ez hogy törlöd? A táblát. Csinálhatnék külön aluljárót mindegyikhez, igen, de rohadjatok meg. Mármint, hogy... Igen, és akkor várjál, itt egy vonalon megyünk. Ott legyen egy megálló. Ott. Meg egy ott. Mondjuk. Igen. Hát és akkor az egyetemnél kéne. Igen. És itt jó helyre raktam? Len. Vonatállomásnál. Nem, mert... Ezt arra az oldalra rakod. Igen. És akkor most nézzük meg, hogy jól csinálta-e a közepesen speciális streamer. Egy. Kettő. Három. Négy. 5. Hát lehet, hogy oda is kellett volna rakni. És akkor mi volt az elképzelésem? Nem így volt elképzelve. Hogy számoltam el? Nem, így nem jó. Mert ugyanarra jön vissza. Azt csak én számoltam el. Akkor mégiscsak úgy kéne, hogy itt áthozom. Igen, mert így ugyanott jövünk vissza. Akkor elsőre volt jó, hogy itt, ja, mert mindenhol, mindenképp ugyanott jövök vissza, ha csak nem viszem föl a tetejére is. Vagy forgatom meg! Amúgy ott a körforgalom, amúgy meg kéne tudnia fordulni. Vagy simán ugyanarra jössz vissza. Amúgy vissza tud fordulni. Az a durva, hogy vissza tud fordulni. Ott megfordul és visszatolat. És akarjam úgy, hogy ugyanitt jön vissza. De nem ez volt a terv. És akkor a másik vonal amúgy...
Amúgy lehet így is. Nem ez volt a terv, de így is lehet. Nézzük meg. Szóval itt visszafordul. Ez a villamos szín, hát sárga legyél. Mondjuk már vannak sárga buszaim, de mindegy. Így is jó, most csak azon izélek, hogy ide nem raktam külön megállót. Na hol vannak? Ott jön! Ott a kombinó! Miért olyan hangja van, mint egy űrrepülőnek? Jó, hát itt még most nem lakik senki, de tökre jön a kombinó. Ú, de szépen fordulsz, babája. Tök menő! A felszálltak! A hype! Már megérte, megépíteni felszálltak. Két kutya utazik a villamoson? Vagy az ott mi? Két ember van fönn, és mind a kettő kutya? Haló? Vagy két ember két kutyával? Hát ez nézőpont kérdése. Jó. Na, használják itt a vonatokat is. Kárgót még mindig nem használják, de amúgy azt néztem, mármint a teherszállítmány, hogy amúgy így nézzétek meg, van egy csomó cucc itt a terminálon. Szóval amúgy befele jönnek a cuccok, csak kifele nem működik az exportja a kárgótrénnek. Lehet, hogy sok lesz a négy villamos, meg levesszük az árát. Nagyon kedves vagyok, hogy lefelé viszem amúgy mindennek az árát, csak mondom. Csak úgy... Hát három bőven elég, lehet, hogy kettő is elég, igen. Úgy. Mind a kettő fixed. Jó. Na! Van villamos is. Most már csak pénzt kéne keresni valamivel. Jó. Kihasználtsága egyelőre a mávot idézi. Most, de még most indul be. Hát még itt nem lakunk teljesen. Ez még csak a kezdet. Még ez csak az eleje mindennek. Jó. Csak boltokat akarnak. Megint az lesz a baj, hogy túl sok a bolt. Úgy. Iroda. Mindenki irodázni akar. Neztek iroda. És még industry igény van maxon? Mindjárt megadóztatom itt a... Kicsit lejjebb vettem az adókat, de most már elég a szemtelenségből. Tessék adózni rendesen, kell a pénz. Mindjárt pozitívba fordulunk itt, Andi. Pillanatokon belül olyan adóemelések lesznek. Hogy van az emberünk? Buzzer. Ó, egy új munkát szerzett Buzzer, ugye munkanélküli volt. Gratulálunk! Így a Tick Farmon kezdett el dolgozni. Oda nézzetek, milyen jól néz ki a Tick Farm. Már ötös szintű a Tick Farm.
profitos lesz valaha egy város? Persze, hát ezt is profitossá tudnám tenni, ha akarnám pillanatok alatt. De hogy így is van elég pénzünk, úgyhogy fölösleges. Inkább ugye az a fontos nekünk, hogy a lakóknak legyen pénze. Na és elkezdtek szépen egyetemre járni amúgy. Mindennel elégedettek? Igen, minden pozitív. Tök jó. Rakjak le boltokat? Zónázni kéne boltokat. Zónázni kéne egy kevés boltot. Ja, átrak. Na mi a baj a stadionnal? Crime scene! A stadionunkban valami balhé volt. Haló? Van középiskola, kollégiumból kéne több. De az elvileg bugos. Oda nézzetek. Egy bűntény történt a pályán. Az ultrák összeverekedtek. Ilyen. Nem is oda akarok izét, nem. Azt oda tedd vissza. Oda nem akarok boltot. Ó, itt a parkolóink is szépen jönnek fölfelé. Ide csináltam egy nagy parkolót. Ezt még annyira nem akarja az igazán. Jó. Még itt. Ezek be vannak zónázva. Itt a középső rész jó. Hoppá! Old Factory Condos. Egy régi gyár, amiből luxus épületet csináltak, érted? Új unique building. Hol vagy? Ez egy lakóház. Old Factory Condos. Oké. Okay. Mit ad? Well-being-et ad. Jó, tegyük le. Ide, nézd meg, ez ide született. Pont ide illik. Egy régi gyárépület. Régen itt dolgoztak az emberek, mielőtt mindenki streamer lett. Csodás mesés. Mindjárt megvan a 10 000 lakos. Azt romboljad ott le. Jó, még boltokat kéne lerakni, csak gondolkozok, hogy hova akarok boltokat, mert nem akarok túl sokat egy helyre. Ez itt lehet bolt. Jó, lehetnek itt az egyetem mellett is boltok. Oda lehet jönni. És még iroda. Mi ez a sok iroda igény? Az egészet itt zónázzam be irodára? Jó, tessék, iroda. Meglett a 10 000, yeah! Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy az előző streamben nem volt meg. Mentsünk. Gyönyörűség. Tökre jó. Hogy áll a villamos? Aha, hát. Jó, de hajnal 4 van. Nézzünk egy éjszakát, mit szóltok? Éjszakáztok velem egyet? Ne válaszoljatok. Oda néz, ott vagyunk. Csetét. Igen, igen, Alexa, az export az sajnos bugos a vonatnál. Most nincsenek sarki fények, úgyhogy elég sötét van. Na itt 6-an mennek haza a buliból, nézd meg. Azt mit keres ott az a kisgyerek? Elégedetlen kisgyerek. Egyedül az utcán? Szépen vagyunk. Azért ennek már város feelingje van. Ahhoz képest, hogy itt... Nézd meg, itt csiripolnak éjszaka is a madarak. 3-as szintű. Kéne nézzek némi statisztikát amúgy. Jó, nézzük át, hogy hogy állunk, srácok. Utak. Az utak állapota rendben van, azt írja. Minden szép zöld. Forgalom. Hát, az nem olyan jó, sőt rossz, 60%-on vagyunk. Kellene javítani a forgalmon majd még.
Bár ez még egész jónak számít ebbe a játékba, de nyilván folyamatosan romlik a dolog. Traffic volume, ezen az úton mennek a legtöbben. Erre valamit ki kéne találni, hogy ne menjenek ezen az utcán olyan sokan. Aha. Itt van a nagy buli. Mindenki itt megy keresztül. Nyilván nekünk azt kéne elérni, hogy ne itt menjenek keresztül, hanem használják az autó utat, ami tökre nincs kivilágítva, de hát spórolunk. Hát ezt nem akarom hadsávossá alakítani, mert itt laknak. Kertes házak vannak ennek az útnak a mentén. Tehát azt így elkerülném. Jó. Áram. Hát keveset termelünk. Kéne még egy áram úgy. Mert importálunk, azért vagyunk mínuszba. Víz. Víz az jó. Egészségügy. Az is rendben van. Szemét. Hát kevés a szemét feldolgozásunk, igen, de amúgy működik. Tűzoltóság? Hát de van itt tűzoltóság. Elér az odáig. Jó. Katasztrófák nincsenek. Rendőrség, rendben van. Kellene már a börtön, 6 embert elítéltek. Administration. Igen, még nincs városháza. Azt is ki lehet venni. Majd a szintet lépünk, kivesszük. Edukáció, az rendben van, bár bővíteni kéne az egyetemet lehet. Bár... végül is nincs tele, nem jár mindenki. Így sincsenek tele. Jó, közlekedés néztük. Posta. Kellene még mailbox? Tessék. Tessék. Mindenki megkapja a leveleit. Mondjuk itt nem lakik senki még, de oda se neki. Mail rate. Az alacsony. Tudjuk fejleszteni itt a postát. Ki levelezik ennyit? Az e-mailről hallottatok már, köcsögök? Stored. Ja, várja, ennek hely kell. Anyám, mekkora upgrade van ehhez, te? De nem működik így se az összes. Nincs kint az összes postás autó. Igen, mi vagyunk szemény procedúra. The processing capacity must be lower than now and the mail send. Mail is left unclanked and this is not going to be seen as well. Hmm. Hát várja, én kibővítem neked. Ne! Ki ne törölt, hülye vagy? Semmivel nem lett jobb, de legalább több pénzt költünk rá. Ha pedig több autó van, de valószínűleg a processinget azt nem növeli. Attól, hogy több autó van. Tehát a feldolgozási időt, hogy milyen gyorsan dolgozzák fel a leveleket, pedig logikusan növelnie kéne. Már hozzádobhatunk egy storage-et is. Csak itt pont elvesz annyit, hogy ah, de rossz. Várjál, nyugi. Az, hogy itt milyen állapotok uralkodnak a talaj tekintetében, azzal ne foglalkozzatok. Menj már oda, Johnny. Úgy. Így. Kiváló. Főfejlesztettük a postán. Van külön épület, ami növeli, ki kell oldani azt is, és akkor nő a hatékonysága. Aha. Köszönöm, Manstein. Köszönöm szépen.
Na, az első crashünk a játékba, tapsoljuk meg. Egy jó kis Unity Engine crash. Most, hogy megcsináltam a postát. Jó bírta, megvárta a 10 000-et. Na, mikor volt autószévünk? Addig megköszönöm Túros Batyú, Verelden, Vörsz, Danál, Kikó, Kriszboi, Kádév, köszönöm szépen neked is, Bele a szádba, köszönöm szépen a Csírt, Egomén, Moli Sunday, Vanguard, köszönöm nektek is, srácok, meg mindenkinek, akit totálisan kihagytam közbe, Tóthsa, neked is köszi szépen a 8 hónapon. 16-14, ott van, gyerekek, ott van. A Spider-Man-t kivittem-e? Nem! Nagyon rossz volt az idő ma. Egész nap esett az eső, nem akartam kimenni vele, a pókemberrel. Van valahol bent. Van! Itt van a pókember. Itt van. De... majd esküszöm, megígértem, hogy elviszem sétálni, de most itt van még benn, úgyhogy nem vittem ki. De. Adjam oda, Martin! Melyiket kéred, Martin? Na, válasszál egyet, légy szíves. Mondjad, hogy melyik kell, és akkor odadom. Tessék, válasszál, húzz egyet, Martin. Amúgy tényleg adok. Az már kollekció, ugyanaz az összes. Amúgy kollekció, csak ugyanaz az összes. Nem, amúgy félre van egy rakva, Martin, neked. Majd intézzük. Melyikben van a nagy nyeremény, igen? Basszus, pont most volt autószév. Nem maradtunk le semmiről. Mármint, hogy itt van a posta is, meg az út is. Azt építettem utoljára, ugye? Szerintem pont megvagyunk. Átállította a rádiót. Add ide a beatemet. Szóljatok már rám stream végén, chat, hogy írjam már föl magamnak, hogy be kéne írni a giveaway-t a menetrendbe. Samsung giveaway-t meg kéne csinálni holnap. Szerintem. Csak mindig elfelejtem. Még a crash is autószéves. Na! Hol volt az agyam? Segítsetek, mert elfelejtettem, hol tartottam fejbe. Ja, néztük a dolgokat, meg a postafejlesztést. Igen. Internet. Kell internet az iparnegyedbe? Persze, de munkásoknak is van szünete, nem? Te kábelot azért... vagy mi egy tornyot azért így ide kéne bögyeszteni neki. Ne legyünk már spúrok, tessék. Úgy. Még a fele fő megy a hegyre, de mindegy. Jó. Mi a véleményem arra, hogy Messi nyerte az aranylabdát? Hát jó neki. Én Haalandnak adtam volna, de hát a VB-t azt jobban számítják általában, mert az ritkábban van. El se hiszem, hogy ez a mondat elhagyta a számat egyébként. Turizmus, jó. Outside connections. Jó, jó, jó. Most már medvéknek is van nete. Ezt akartam megnézni, hogy az épületeink hanyas szintűek. Nem nagyon, tehát így mit kéne lássak, köcsög? Ja, így. De minden sárga. Most
Erről a panelről nekem látnom kéne? Ott van, hogy residential, világos zöld, sötét zöld, de a színnel nem azt mutatja, mindegy, a százalékokat látom. Érdekes, hogy iparból van ötös szintű épületünk. Residentialből nincsen. Meg ezekből se. Ja, pipával így tudok huncutkodni, aha. Jó, ez itt a land value. Company profitability. A commercial profitunk 95%. 95%-os profitot termelnek a Az ott mi? Az az óránkénti 25 000, az ott mi? Haló? Kirabolta ki a bankot? Andi! Pénz! Valószínűleg visszahúztam az adókat. Andi, ha megjött a pénz. Jó. Bocsánat, elvesztettem az adót. Pont föl akartam húzni az adóját. Az industrial profit az 40%, akkor amúgy... Neztek így. És akkor legyen nagyobb profitotok kicsit. Érdemes amúgy ezeket átnézni, csak hogy így megértsük, hogy mi a helyzet. Nézzük a korfánkat! 77% felnőtt, 11% gyerek, 5% tinédzser, 7% nyugdíjas és 7,7%-os a munkanélküliség. Pedig több munkahely van, mint ahány alkalmazott, csak valószínűleg alul kvalifikáltak. A happiness az rendben van. Miért ilyen szar az egészségük? Amúgy ez is fixen bugos. Nézzétek meg az egészségüket. Egy csomó beteg ember van. Ott van, hogy average health 62%. Pedig healthcare availability abszolút van elég... Van elég klinik. Erre tudtok valamit? Ha esetleg nyilván vantok egy csomóan, akik előttem jártok a ját. Mitől ilyen alacsony az átlagos egészségügy? Na most azon kívül, hogy mondjuk szimuláljuk Magyarországot. Tele vagyunk gyógyszerrel. Nincs messze a kórház, teljesen jók vagyunk. Valószínűleg majd kell valami új épület erre is, ami tovább fejleszti. Raktam rá ilyen welfare office-t? Azt tudom, hogy az eredeti mentésbe raktam le, de itt most nem vagyok benne biztos. Ki van szedve? Mindjárt szintet lépünk. Ó, volt az. Volt ilyen, hogy welfare, valami baromság. Welfare office, vagy valami ilyesmi volt. Ott van. Aha, ezt elfelejtettem lerakni. Tovar, úristen, de nagy, ugye? That's what she is, igen. Hát, ha ide rakom, az ilyen szódával. És a lakott területek egy részére elér. Oda nem fér be. Oda se. Az egyetem mellé pont beférne. Csak ugye... Aha, innen egész jól lefedi. Akkor ide rakjuk. Várjál, OCD. Nem, de pont nem jön ki, akkor ide rakom. Welfare office. Erre mondtatok valamit a múltkor magyarul, hogy hogy hívjuk ezt. Milyen szép épület. Menő. Most ez csak az öregek otthonáról jutott eszembe. Hol jártunk? Egészségügyet néztünk. Wealth, ez a pénz, ugye ez fontos, ez kell ahhoz, hogy tudjanak fejlődni. Közjóléti irodának hívtuk, gyönyörű. Workplace availability.
Jó. Jéééé! 9-es szín! Fölébresztettem a VOD nézőket. Great Town! Amúgy már tudunk High Density-t zónolni, de igény az... De most van igény rá megint, de az megint le fog menni. Jó. Kaptunk pontokat. Nem lesz a nagyon hangos a közjóléti intézmény? Ezekben az apartmanokban annyira nem zavarja őket a zaj. Egyébként. Az csak a kertes házakat zavarja a zaj. Nagyon. Egyébként. Jó. Hát ez a szennyezés, ez rendben van. Itt ezt megpróbáltam megfixálni, hogy ide boltokat raktam, hogy ne hisztizzenek. Hogy állunk a forgalommal? Még mindig... Jézusom! Azt nézem, hogy merre men... Elnézést! Azt on... Ne! Ágy! Ez itt mi? Ez itt mi? Az ott mi? Haló? Normális? Mi a fasz? Lehet tudni? Itt van a fölhajtó, idióták! Lehet tudni? Azt csodálkozunk, hogy dugó van. Ez is ide akar át... Mi ez a csopperes gyűlés? Bro! Traffic AI továbbfejlesztve. Aha, tovább. Ez az egész dugó nem lenne, ha itt ők felfordulnának arra, és ők nem ide akarnának fordulni. De hát tiltva van, hát persze, hogy tiltva van, hát... Dupla záróvonal van, basz meg, hát... De miért nem használják azt, ami ki van jelölve? Nincs tiltva, ebből a sávból kéne odafordulni. Nem csak hülye a Traffic AI. Beszarom. Hát igen, ezt úgy lehetne megakadályozni, ha szétszedném ezt az utat kettő párhuzamosra, de akkor le kéne bontanom az egészet. Hol vannak ilyenkor a rendőrök, bazd meg? Nézd meg, és az összes... De ők honnan jönnek, bazd meg? Igen, hát... Én értem amúgy, hogy a Nessali gyémánt nem a leghatékonyabb, de hát így mondjuk így értem, hogy miért van dugó. Nem tudok betenni középre semmit. És nézd meg, ezek meg itt állnak, és a hülyék odafordulnak ki, hogy menjenek le. Hú, bazdmeg. Jenny. Gyönyörű. Komolyan mondom, gyönyörű. Újra húzom az utat, nem segítene? Nem, szerintem ez egy bug. Majd fixálják. Nincs olyan egybe út, ami szeparálva van, hogy ne tudjanak átmenni. De figyeljetek, realisztikus a játék. Mindenki BMW-s. Igen, az a baj, hogy nem... Mi újság a vonatokkal amúgy? Amúgy használják páran a vonatokat. Tök jó. Nem sokan, de használgatják. Jó. Hát mindegy, feloldódik a forgalom egy idő után. A valóságban se lehet megtiltani a szabálytalankodást, végül is realisztikus a játék. Nem, mondjuk ettől ki vagyok, hogy nem tartják be a dolgokat. Nem tudom, hogy hogy tudnék belenyúlni. Az a baj, ide lerakjak lámpát.
Nem biztos, hogy segít. Rakjak lámpát, bazd meg a izére. Amúgy nyilván tudom, hogy az a baj, hogy rövid ez az út, de hogy... Nem tudom megtiltani a kanyarodást, hát meg van tiltva a kanyarodás. Eddig is meg volt tiltva. Akkor itt megtiltottam a balra kanyarodást. Most rányomtam. Most akkor megnézzük. Lehet, hogy bugos, de ha rányomok, akkor utána jó. Nem tudom, mely... Fogd már be a reklámot megint. Szóval lehet, hogyha így rátenyerelek, akkor utána megfixálódik. Majd meg kell nézni a reggeli csúcsforgalomba. Csak ugye nyilván, tehát rövid a híd egyébként, azért nem optimális maga a kereszteződés, mert rövid a híd. Most csak azt nézem, hogy... hogy a lámpás-e a jobb megoldás. Mondjuk az, hogy itt külön lámpa van, az gyönyörű. Le kéne mérni. A City Skylines 1-hez egyébként van, tele van a YouTube ilyen tök jó tartalmakkal, ha így a lámpával betorlódnak. Most már csak az érdekel, hogy a sok paraszt miért sétál az autópályán. Igen, ez így rosszabb a lámpával, mert nem ad elég izét a felhajtóknak, akik az autópályáról jönnek. Viszont most még nem szabálytalankodtak. Mondjuk az, hogy lassítják az emberek is a forgalmat, az gyönyörű. Jó, de most szabályosan működik. Most csak azt akartam megvárni. M1-M7 körforgalom? Nem hiszem, hogy előrébb vagyunk tőle. Meg így nem fogja megengedni, mert alul összetor, amúgy dupla körforgalom, az kéne, bazd meg. De nem engedi. Közben hadd mentek egyet. Nyilván ez nem erre lett tervezve. De amúgy egy dupla körforgalom adná. Igen, de azt, hogy a leállósába sétálgatnak az emberek, az zseni. Nyilván ezért mondtam, hogy kell építsünk gyalogutakat majd. És akkor nem szabálytalankodnak az emberek. Baleset! Jézusom, tömegbales! Úristen! Kapta az egyik csopperes! Na, ez biztos, hogy szabálytalanul jött. A helyszínen már intézkedik is a kollega. Jézusom, kérem, forduljanak vissza. Kérem, taka. Szörnyű. Mi a helyzet Buzzer Wolf-al? Már megint munkahelyet váltott. Gyönyörű. Ott megy a kis villanyosunk. 34-en utaznak rajta, tök jó. Mi ez a sok bale... Haló? Mi történt itt? Mit keres egy autó a hátsó kertbe? Mi van itt? Mi az Isten? Beborult egy autó a sarki giroszosba. Mi a fasz? Mi történik itt? Mi történik? Jézus, atya, úristen! Haló? Hát küldjük már a kollégákat, hát a park közepéig repültek itt az autó. Ott mi van? Itt mi történt? Az ott mi? A csopperes talán... Mi a fasz? Mi történik a városomba? Hát már tűzoltó, rendőr, minden van. Hát, atya, úr, Isten, az ott hogy volt? Hogy volt baleset a parkoló közepén? Az meg.
Jézusom, na ő, az ő története mondjuk érdekelne. Kéne egy ilyen replay mód. Mi történik szerte a városban? Mindenki meghűlsz meg? Mindenki hülye? Ott is nézd meg. Na, tehát itt mi... Tehát ezt léci magyarázza meg nekem valaki. Tehát itt mi történt? Tehát ez hogy? Fesztivál volt? Vagy mi van? Tavaszi zsongás van, vagy én nem tudom. Megbolondult az összes. Itt is egy autó, bazd meg. A tikok közepén egy chopper. Hát nem adta ki. Erre mondják, hogy nem adta ki. Igen. Hát van dolguk a rendőr kollégáknak. Azt látom, hogy van dolog. Anyám. De már ég a... Itt már minden ég, öcsém. Mi a fasz történik? Hú. Valaki jön majd intézkedni, ahogy egyre több a baleset. Mindegyik előtte. Igen, ezt így mondják fiatalul. Azt a rohadt. Na jó, közben megjött a zónázási igény, tehát a szimuláció az zajlik. Hogyan tovább? Ez a kérdés, beszélgessünk arról, hogy hogyan tovább. Ne törődjünk azzal, hogy problémák vannak, problémák mindig vannak, lesznek. Hogyan tovább? Na, úgy néz ki, hogy este 6-kor azért használják itt az utakat. Nyilván beáll, amikor jön a vonat, de tök jó. Így tök jó látni, hogy így, nem tudom, ez ilyen satisfying, hogy... A sávváltás az továbbra is kriminális. Sokkal nem lett fejlettebb azért az AI. Tehát itt mi történik, bazd meg, az SUV-vel? Tehát mi az elképzelés az SUV-vel, bazd meg, mikor a belső sávból fordulnak kifele? De onnan mész egyenesen. És te így... anyám. Azért nagyon várom a Traffic Manager modot. Hát itt mi van? Hát az hogy? Melyik univerzumba? Hát én értem, hogy nem tudjuk használni a kétsávos körforgalmat, Johnny. Ezért kell bazd meg hülye biztosra építeni a várost. Nem baj, legalább végre van forgalom, látjuk az autókat működésbe. Nézd meg a sok hülyét. Miért mész bele a körforgalomba, át a zebrán, amikor nem tudsz tovább menni, nagyon hülye. Ezért nem vezetek, bazd meg. Az összeset most azt fogjuk csinálni a hátrevő egy órában, hogy kioktatom az összes balfaszt. Pedig az ember azt hinné, hogy amikor ilyen kereszteződések vannak, akkor aki átmegy a forgalmi vizsgán, az megtanulja, de nem. Na mindegy. Ott nézd meg, bazd meg. Láttuk, hogy hogy ment át a csopperes a vonat előtt? Láttuk? Eszáj, vezettél már Pesten? Nem értem, mi vagy meglepődve. Jogos. Figyelj, olyan adókat fogok kivetni az autókra. Hol vannak itt a törvények? Amúgy... Ha megadóztatom az autó, a parkolást, akkor jobban fogják használni a tömegközlekedést? Ez amúgy egy kérdés, vagy csak elveszem a pénzüket? Mert amúgy nyilván egy tökre logikus kérdés lenne ilyen karigeri szimulátorban, hogyha elkezdem büntetni az autósokat, akkor jobban használják a többi opciót, vagy csak csóróbbak lesznek az emberek. Mert abban a pillanatban bedúrantom. Nézzük meg. Más nem, akkor Andi Péz. Na most itt mi történik? Most elmentél 67 emberrel úgy, hogy itt áll még legalább 200 az állomáson. Ja nem, ők már megjöttek. Ah, de tök jó, hogy ennyien használják a villamost. Mondjuk az, hogy a villamos hogy áll be az állomásra, hogy kilóg a fele, arról ne beszéljünk, de...
Amúgy esküszöm, imádom. Szóval így tök jó már ilyenkor a város, hogy így tudod nézni a sok balfaszt. Parkolóink is tele vannak. Csináljak még parkolót? Tök jó, hogy elkezdtünk bővülni. Mert amúgy ilyenkor utána már ez a játék lényege, hogy oké, leraktuk a dolgokat, utána a hibákat kell javítani. Miért vagy csóró? Nincs elég munkahely, mi? Nem merem már az ipar tovább bővíteni. Viszont iroda igényünk meg nincsen több. Menjetek el tanulni, bazd meg. Jó, az a baj, hogy ha még több lakhatást zónázom. Taxis. Lejjebb vesszük az adókat az irodáknál. Hát, ha lesz még igény. Megpróbáljak még egyszer egy lakótelepi házat? De abban mindig csak a baj van. Jó, ide rakhatunk házakat. Használd ki a helyet, te paraszt. Mondom, használd ki a helyet. Csak nem használja ki a helyet. Jó. Meg azt is bezónázhatjuk ott. Jó. Az is mehet. De majd a gyalogutakat meg kéne csináljam. Nem, ez itt sok lesz, ennyi nem kell már nekik. Nem szabad túl sokat egyszerre lezónázni, mert ráfázunk. Ott szépen beépítik, az megint 1 millió forgalom. Ezek a parkolók egész üresek még. De nyilván, hogyha beköltöznek, akkor ez megváltozik. Tehát mondjuk ide is lehet, hogy ledobhatnánk egy parkolót. Van ilyen large. Aha, a very large az pont ide fér, nézd meg. Melyik útra akarjam őket terelni? Mindenképp dugó lesz. Ez a fehér szín, amely kitalálta, azt nyakon verném. Richtig nem abba az irányba akartam lerakni, de mindegy. Úgy. Jó, és akkor várjál, szimmetrikusak vagyunk. Igen, még 5 dolláron mennek. Minden 5 cent ebbe a városba. Úgy. És akkor itt meg kéne oldanom a gyalogos közlekedést. Hát... Mónika. Itt így lehet ilyet? Aha. Mária, ott hogy csináltam? Úgy. Igen. Igen, igen. És akkor majd az lesz a következő nagy projekt. Nagy. Hogy akkor meg kell csinálni azokat a gyaloghidakat, meg gyalogalagutakat. Így. Parkokkal hogy állunk? Igen, ide kellenek még parkok. Milyen parkot rakjunk le? Milyen pálya nincs? Az amerikai focipályát felszettem, azt le kéne rakni valahova. Amúgy az itt az egyetem mögött pont kiadja. Hol az egyetem közepe? Kérdezi azt én már. Az ott pont nem jó, akkor a kúra, mármint egy a manóval. Jó, kezdődik a méricskélés. Igen, a másik oldalon is majd itt mindjárt minden. 2.34. 2.24. Nagyon jó, imádom, amikor nem vagy jó. De szemre ez középen van. Miért csinálod ezt velem?
224. 232. A szopat? Márjál. Innen közepéig 232. 224. Igen, azért, mert az egyetemet is manuálisan kellett lerakni. És így meg a másik oldalra lesz hosszam. 224, és ez lesz 232. Az hát. Jó. Nyugi, nyugi, ez csak hozzáállás kérdése, ne legyél ideges. Nem látom a közepét. Ja, de látom ott a két izé között. Két pöcök. Egy pixel, egy arrébb, az sok. Úgy. Amúgy szemre nem annyira adja ki, mint én azt gondoltam, de mindegy. Fogjuk rá szódával, gyalogutat behúzzuk. Fair enough. És akkor mi van ennek a túloldalán? Igen, itt máshogy van. Igen, az itt van. Akkor ide parkoló. Csak ide még nem raktunk... Nem raktunk házakat. Na, not enough customers. Kezdődik a boltozás. Szóval, most csak ezt is megcsináljuk. Ide raktam egy nagy parkolót a túloldalon. Így. Így. Meg behúztam az utakat. Nem volt még ma a kedvenc beatünk, nem? Vagy csak nem figyeltem, mert az olyan halk. Gondoltam, hogy itt az elcsúszás miatt ilyen fincsi lesz. Így, meg ugyanez a másik oldal. Na, ilyeneket szoktam egyébként streamen kívül csinálni, ez a uncsi része. Ja, itt is el vagy csúszva, te. Viszont ez a legcsillebb része egyébként a játéknak. Fordítva van a parkoló, kösz. Melyik? A másik? Kösz. Szépen, srácok. Nem vettem észre. Az egyetem középen van-e? Nem tudom, behúztam ide az út közepére manuálisan. 100%-osan itt már semmi nincs középen. Szódával. Szódával működünk. Úgy. Na, várj. Jó, itt még valami nem tetszik az útnak. Ez az, hogyan legyen valami rosszabb, mint volt. Akkor rohadjál meg! Mármint, hogy a manóba.
Jó. Meg a másik oldalt. Így. Jó, és akkor még ide a gyalogutak. És akkor megvagyunk a kis macerálással. Más is rossz helyre néz? Ez jó helyre néz. Ez is. Mondjátok, hogy mi a rossz. Próbálok figyelni. Bár most már bezombultam. Tudnátok, hogy mennyire elfáradok egy City stream után? Ez most nem az, sajnáljuk a fiatalembert, aki otthon számítógépezik egész nap című dolog, csak tényleg olyan zokni leszek agyilag egy-egy City stream után. Hogy csak, na. Igen. Atlétikai pályát nem csinálunk-e majd? De minden parkból akarok lerakni. Csak most már olyan jókat haladtunk, most kicsit élvezem a viszonylag agy nélküli gyalogútépítést. Így. Most akkor megvagyunk papíron. Remélem. Szóljatok, ha valamit elrontottam közben. Jaj, embereknek nincs baja? Nincs, jó. Na, akkor ezt kialakítottuk. Mi kéne, ha volna? Halottas kocsi? Hát szomorú. Jó, majd akkor itt már zónázhatunk. Kérdés, hogy mit zónázzak. Még ide adná a lakóház, csak már így is annyian vagyunk. De hogy ez ilyen lakónegyedszerű dolog. Not enough customers. Jó, akkor hozok neked customert, bazeg. Nestek customer. Jönnek a NB-t. Bal fent a gyalogút kimaradt. Ott van az. Ott van az. Ez a négy sarka. Most azt csináltuk meg. Csak a parkolók árait nem húztam le. Látjátok, nem figyeltek, fáradtok már ti is. Úgy. Jó. Na, a parkhelyzet nincs amúgy megoldva teljesen. Még ide középre valahova le kéne suttyantani valami parkot. De lehet, hogy ide föntre kéne. Milyen pályánk nincs? Amerikai szóval foci van. Kitöröltem szerintem a medencét is. Van ez a community pool. Ha ide rakok egy medencét, az oda nem ér el. Hát, hova rakjak egy medencét neked? Itt parkolók vannak. Ide illene. Ott a medence. De az nem ér el idáig. Vannak a sportpályák. Csak itt arra nincsen helyem. Aha, ha ide berakok egy sportpályát, az egész elérhető közelségben van onnan. Na most ide nem akarok bebombázni egy sportpályát, mert tökre elrontja az összképet. Outdoor gym. Amúgy az is adja. Várjál, ez ilyen pici. Ez még lehet, hogy jó. Ott a gyurma. Amúgy tök szar, hogy nem lehet őket gyalogúthoz lerakni például. De az is így nem tetszik nekem, hogy így. Tudjátok mit? Nem ide fogom rakni, hanem akkor inkább ide rakunk kettőt. Ide a kereszteződéshez. És akkor rakunk egy... Úristen, a skatepark mekkora. Vagy kosárpálya. Vagy...
Legyen kosárpálya itt. Jó. Nem szép, ahogy behúzza a betont, viszont egyébként illik így a képbe. Jó. És akkor ha most megnézzük, akkor rendben van a park lefedettség egyelőre legalábbis. Jó. Na, vehetünk ki dolgokat. Underground parking. Nem lenne amúgy hülyeség, de most már raktunk le parkolókat, úgyhogy az nem. Gas power plant. Hát, majd el kéne menni, hogy csináljunk atomerőművet, de az még ráér. Water treatment. Annyira nem. Recycling center kéne. Rádióteleszkóp. Fire station. Nem. A városháza az, amit ugye akarunk. Azt kivettem. Metró. Hát kéne, de nem ma. Turista látványosságok. Nem, az megöl minket. Server farm. Jó, egyelőre ennyi. Városháza meg a börtön lehetne kettő dolog, amit megcsinálunk. Egyébként. Városháza. Hova rakja? Mit ad? Amúgy nem ad túl sok jót a városháza, csak 1,6 millió elverünk rá. Igen, hát azt gondoltam, hogy very big lesz a városháza. Az a bajom, hogy a városházát azért inkább a nagy helyre kellene lerakni. Az a baj, hogy itt nincs neki hely. Mármint, hogy ilyen félelső helyre le tudom rakni. Ide. De hogy itt olyan fura lenne, hogy itt van a városháza. Nem, olyan indokolatlan itt, nem? Ja, hol van? Igen, a posta. Postafejlesztés, beszéltük. Jó, akkor ezt kiveszem, azt is. Mint hogy ide elférne. Csak nem tudom, hogy akarom-e ide. Bár végül is. Már itt a túloldalon gigapark. Lehet aszimmetrikus, mert oda úgyse... Legyen ott a városháza, hát... Legyen ott. Legyen ott, csak úgy, hogy... Így. Igen. Igen. Annyira nem egy szép épület, nem? Vagy nem tudom, olyan fura ez a design. És akkor itt lehet mókolni mondjuk azzal, hogy ide rakunk pár fát. Ami majd 60 ezer év lesz, mire megnő, de... Ugye erre mondják, hogy ha egyszer kész lesz, szép lesz. Nyilván nem középre raktam le, de... Oda se neki. Jó. Ja, várjál, mert még van upgrade. City Court. Ja, lehet bíróságot csinálni, csökken a bűnözés. És City Planning Offices olcsóbb a város building leveling cost. Az kéne, hogy olcsóbb a... Jézusom. Textúrákat nem szereti. Bám. Hát akkor már dobjuk oda a bíróságot. Akkor már legyen fullos. Amúgy már nőnek a fáink, oda nézzetek. Mennyivel jobban néz ki, oda nézzetek. Aha. Tök jó. Ezek még a legelején lerakott fák, most már elkezdtek megnőni. Tök jó. Állat. Megint dugó van. Szabálytalankodtok? Na, amúgy...
semi-confirmed, hogy ilyen szép magyarul mondjam, hogyha rányomunk még egyszer az útirány szabályokra, akkor nem szabálytalankodnak. Mondjuk az előbb se itt szabálytalankodtak. Tök jó. Lomkorona sétányt akartok? Hát bárcsak. Le kéne rakni a börtönt, csak nem tudom, hogy mennyit fog generálnia. Az, hogyha lerakjuk. Viszont a... megvettük ezt a postafejlesztőt. Aha. Úristen, de drága ez. És nem kicsi, hanem úgy is mondhatnám, hogy nagy. Ez hova fog elférni, Johnny? Normális vagy? Hát az agyamat szétlaggolom. Akkora ez az épület. Hát ennek egy külön kerület kell, bazeg. Jó, hát ezt elrakjuk későbbre. Rá kéne menni amúgy, hogy ilyen unique buildingeket szerezzünk. Ez nagyot mehet. Nézzük, mekkora a böresz. Aha. Az a baj, most a börtönbe az út, az konkrétan a kertes házakon keresztül fog vinni? De kicsit paraszt, nem? Nem paraszt, az egy pici srácok. Mondjuk innen is kivezethetjük az autót, vagy innen. Végül is. Kivezethetjük onnan. Az a legegyszerűbb. Bár ide amúgy se tudom még, hogy mit fogunk csinálni. Ami nagyon parasztba kéne megoldani. Ez, hogy valami sítes hídon. A sítes hídon kell átvinni a rabokat. Nem lehet így, sítes híd. Elevation túló, ugyan már. Működjön a sítes híd. Ide hozzad ki a sima utat. Igen. Oda néz a a sítes híd. Igen. Csak azt le kéne hozni a földre. Működik a sítes híd, én adom. Jó. Csak ez mennyi helyet foglal? De úgy kéne, hogy akkor körbe rá valami utat, vagy valami ilyesmit. De ilyen kicsi utat. Úgy. Jézusom. Aha. Most csak tesztelgetem, majd meglátjuk, hogy ez így hogy működik, vagy hogy nem. Az nagyon komoly. Nem annyira börtön kinézetű. Jó, ezt meg kéne terraformáljuk egy picit, mert ez így nagyon tülöngélős. Boltokat, ja, hogy ilyen turisztikai látványosságot csinálnátok belőle? Végül is az is valami.
Jó, ezt ki kell lapítanom. Amúgy észrevettétek, hogy szívecske alakú ez a... ez a sziget? Csak így halkan mondom, hogy... ez konkrétan a szeretet szigete. Mi kell ennél több? Itt csak szeretet van és törődés. Most ennek melyik a közepe? Jó, nem mintha nem lenne tök mindegy, mert amúgy kicsit beljebb kéne rakni. Nem is látom a szélét akkora. Most kicsit arrébb raktam, de nem baj, mert lesz hely a fesztiváloknak. Picit huplis, de nem nagyon, ez így már vállalható. Életfogytig tartó szerelemsziget, így van. Ezzel így szétbassza, várjátok. Utána kijavítjuk. Úgy. Egyre huplisabb vagy, öcsém, nem baj, ez így már elfogadható. Szerelem szigeten minden játszik. Szeretgetik majd egymást a fiúk, lányok. Jó, majd ide még kitalálunk valami hülyeséget. De amúgy akkor ezt már én lehet, hogy megfixálnám. Egy picit. Mentsünk egyet. Akkor én javítok dolgokat, annak mindig jó vége van. Látom a fáktól egyébként a körvonalakat, tehát ez nem segít. Azokkal a fákkal mi fog ott történni a vízbe vajon? Nem akarom teljesen szabályossá tenni. Így ennyire. Úgy. Hát azért legyen természetes. Így. Azaz. Na, áradás, árapály, oda néz. Gyönyörű, csak töröld ki a fákat a vízből, mert az kicsit... kicsit fura. Oda néz. Na,
Mit szóltok a Szerelem szigethez? Hát ez már egy alkotás. Nincs minden városnak ilyenje, ugye? Ez csak a miénk. Oda néz. A Szerelem sziget. Most azon gondolkozok, hogy bekössük-e az elítélteknek a... a szennyvíz elvezetést, vagy ne. Meg a tiszta vizet, de persze. Tudják egymást azért szappanozni. Ez ott hogy van összekötve? Mindegy, működik. Áram van? Van. Gyönyörű. Hát és akkor azt, ott nézd meg, itt ilyen látványosságok is vannak. Itt él az elátkozott boszorkány. Itt ilyen városi legendák is vannak. Amúgy bazzeg, van saját kosárpályájuk, meg izé edzőplacuk. Hát mi ez a luxus, te? Nagyon jó. Na, lehet hozni őket. Egyelőre mondjuk egy ember sincs itt. Jó, majd még várom YouTube kommentbe az ötleteket a Szerelem sziget további komplexumaihoz, mert azért még elfér valami. Ilyen piknik parkokat csinálhatunk egyébként. De nagyon szép lett a Szerelem sziget. Na mi bajotok van? Mindenki haldoklik közben a városba. High noise pollution. Na, melyiknek van baja a hanggal? Hol van baja a hanggal? Itt sehol. Akkor hol van hangzavar, bazeg? Healthcare, oké, de hol? Kinek van baja a hangzavarra? Tényleg nem néztük meg. Hú, fikusz kukisz, várjatok. Aknamező a szigetre? Szóval... Hol van baj a hangzavarra? Hogy lehet egyre hangosabb az ipar? Itt van bajuk a hanggal, de mitől lesz egyre hangosabb? Ide is csinálják boltokat. Sok lesz. Kiabálnak a munkások? Dübörög a gazdaság, ja! Értelek titeket végül is, igen. Jó, unreliable healthcare. Aha. Igen, ugye, hogy egyre több ember van. Egyre kevésbé vagyunk hatékonyak. Jó. Tele vagytok klinikákkal. Látjátok, hogy figyelek a népemre? Minden maxos. Egy negatívumot se vagyunk hajlandóak eltűrni. Mindenkin segítünk. A hangfalat húzok az útra, nem segítene? Mekkorát, drága Vikim? Mekkorát szeretnél? Mármint, hogy... Ugye igen, nyugi. Vágjuk ki, kikapok. Tudom, hogy nem láttad, csak humorizálok. Hát... Egy ilyen évezredes nézőtán már tűrje el a hülyeségem. Nem van falsz, mindig szoktam egyből építeni ilyen sound barriert. Ott megy a kis vonatunk, hányan ülnek rajta? 88-an és 6 kutya. Az a legfontosabb. A börtön mellé mehetne egy amerikai focipálya, Prisoners névvel indulhatnának. De már van amerikai focipálya, de ilyen parkokat majd rakhatunk oda. Majd megnézzük. Na van valami, amit kivettünk és nem raktam még le, srácok?
Amúgy az igények közben újra a csúcson vannak. Na, mint hogy ilyen épület. Olyat, amit már kivettünk, de még nem poppoltuk le. Ja, a posta cuccat, igen. Bazzeg, amúgy odarakom a posta. Nem fér oda a posta? Mely, hol volt az? Amúgy itt lesz a posta. A börtönök fogják nyáladza a nyelv. Ott pontosan így. Megvagyunk. Ott szépen megnyalogatják. Ügyesen. Mivel overlappelsz? Ja, a romokkal. Nem tudom átrakni a romokat? Romoskodjatok már ott. Ott fogják pöcsételgetni a leveleket. Hínje! Az már facility. Hát, körbe kéne menni picit, jó? Inverter. PTSD-m van az Invatertől. Ez a kiírás, mintha lett volna az előző játékban is, nem? Nem volt ilyen régen is, hogy Invater? Valami rémlik, hogy ezt már én a számmal elég sokszor elmondtam. De lehet, hogy rosszul emlékszem, nem tudom. Ah, Invater. Nem volt ilyen? Akkor lehet csak álmodtam. Komolyan kérdezem, nem emlékszem, mert tudjátok, hogy milyen a memóriám. Nem volt? Mennyi hülyeséget mondtam az évek alatt. De miért Invater? Nem Invater! Most már ez ilyen kicsit, nem tudom milyen betegsége van ennek a szívnek, de... Igen. Ezt is körbe kéne venni úttal meg kell, mert nagyon hülyén néz ki. Nem, nem, azt ide látom, hogy elrontottad. A Jurassicban volt water? Lehet. De kanyarodjál már rá, miért csinálod ezt velem? Inverter. Érdekes, most meg jó, mi változott? Semmi. Úgy. Jó, és akkor ők ott nyalogatják a bélyegeket. Eléggé amorf lett ez a szív azért, tegyük hozzá csöndbe. Úgy. Jó. Jó, hát azért még szív. Oké. Na, megoldottuk a posta kérdést is. Még ide kéne valami, majd meglátjuk, hogy mi. Viszont tök jó, hogy nem árad meg a folyó attól, hogy belenyúlok. Ezzel azért voltak problémák legutóbb. Igen, itt little bit of fa problémánk van megint. A vízbe. De ott azért maradjanak fák. Ah, a beatünk megjött a végére. Rázzad a pics... Mármint, hogy...
Ez amúgy olyan, nem? Ez ilyen segrázós zene. Szeretjük. Ez amúgy szerintem Elijah álnéven. Ha tippelnem kéne, amúgy ez egy Elijah tracknek tűnik. Attól függ, kirázza, minden kirázza. Elég abból a női principiumból, hogy csak a lányok rázhatják a seggüket. Mindenki rázhatja a seggét. Ez az. Jó. Leraktunk minden? KD Main. Ön van már YouTube-on? KD Main, it makes sense. Na, mindenkinek meg magas megint a lakbér. Most megint mitől lettetek csórók? Miért vannak csóró emberek a városomban? Hát urgáljuk őket. Már hogy nyugi. Jó, ezek itt szépen beépültek. Itt totálisan bűnözés van. Nem bírják már rendőrök se? Welfare office nem ér el annyira idáig. Ne, amúgy bírják a rendőrök. Hát itt lenne a börtönnél nem annyira, de itt legalább megpróbálhatnak szökni. Kéne buszvonal a szigetre? Nem, hát bejárnak a börtön munkások kocsival. Az oké. Okay. Fenn van már a zene YouTube-on? Na, nice. Nincs profitunk. Hát most igen, most kicsit leraktunk pár szolgáltatást, ami viszi a pénzt, de nem baj. Elégedett vagyok most. Az a mai stream, ez jó volt. Csomó mindent csináltunk, csomó minden elkészült. Csomó dolgot fixáltunk úgy, ahogy. Ezt a zónát még be kell zónolni, igazából az igény már megvan rá. És akkor ezt a zónát befejezzük. Szefan, de cső. Ezt a zónát befejezzük. Bezónázzuk. Felkészültök rá, hogy a következő streamben itt még egy autópályát meg kell építeni. Itt behúzunk majd egy bekötőutat megint. Azt ott összekötjük. Lehet, hogy itt kitöltjük a helyet. És utána akkor el kéne kezdeni a nagyváros. Mondjuk az egy jó kérdés, hogy hova fogunk építeni nagyvárost. De lehet, hogy ide, amúgy. Lehet, hogy ide egy teljesen külön részre, itt megkezdjük a felhőkarcolókat. De ja! Szerintem jó, jók voltunk ma, 16 000 ember. Voltunk profitba is. Hogy ez a high rent, ez most mennyire bug, mennyire nem. Ez egy jó kérdés, beszélgettünk erről sokat, hogy amúgy papíron hogy lehetne fixálni, de azért rendszeresen visszatérő probléma. Itt nekik kevés a vásárló, de az nem baj, mert ide még atomra fogunk zónázni. Egyetem pörög, ezerrel, főiskola tele van. Lehet, hogy droppolni kell majd még egy főiskolát. Vagy ezt még lehet, hogy tudom bővíteni. Bám. Tessé. Problem solved. Könyvtárat már nem rakunk hozzá. Amúgy a Kolesz épület nagyon szép, vagy mi ez főiskola, az tökre tetszik. Ah, tele van a buszunk is. Tök jó, hogy egyre többen használják a tömegközlekedést is amúgy. Úgyhogy... Nézd meg, a villamos is pörön. Buszok. Itt ez a busz útvon, erre nem száll föl senki. A kettes buszlányt senki nem használja soha, pedig ugyanaz, mint az egyes, csak ellentétes irányba. Tehát így, fuck my life. Hogy azzal mi bajuk van, én nem tudom. Az a csöves járat, vagy nem tudom, hogy azzal mi a probléma. Az ára rendben van. Biztos, hogy valami oka van, hogy nem tudom, hogy... Valami urban legend lengi körül a kettes buszjáraton. Vagy én nem tudom, de azt nem szereti. Vonatok. Oda néz. Hát
3%-os kihasználtsággal, de üzemelnek a vonatok is. Tök jó. Jó. De ezek taxival járnak, mint a gép. Bár nem. Azt nézem, hogy ilyen havonta ilyen 5000 emberek használják a tömegközlekedést. Amúgy tökre állat. A kárgó is pörög. Nem sok, de pörög. Lassan tele van a kárgó terminál, úgyhogy ezt reméljük fixálják. Figyeljetek! Elégedett vagyok. Hosszú idő után, végre először egy City Stream végén, elégedett vagyok, innen fogjuk folytatni az üzelmeinket. Most ez egy produktív jó nap volt. Hú! Na! Hát srácok, köszönöm szépen mindannyiótoknak. Köszi Matadin, Sportaréna, Endániel, Sashel, Borvirág, Csillagharcos, Moró Gaming, Dalosti, Techno Viking, Patricia, neked is üdv. Bazsi, köszönöm, Tócsa, Túros, Batyú, Verelden, köszi nektek is. Srácok, mindannyiótoknak köszi. Mit kell mondanotok? Na, ki nem felejtett el, hogy mire kértelek meg benneteket? Én nem felejtettem el amúgy, hogy föl kell írni, hogy holnap egy jó Samsungot sorsoljunk. Úgyhogy ezt fölírom, hogy holnap mondjuk a UFC streambe sorsolunk egy Samsungot a végén. Jó? Mi a Samsung nyereményünk? Mit kaptok már megint? Fülhallgatót meg egy smart taget kombóba, igen. Nagyon jó. Akkor azt holnap a UFC végén kisorsoljuk közöttetek. Srácok! Nagyon-nagyon köszi. Nem győzöm elégszer elmondani, mert kivételesen komolyan gondolom. Nem csak patkánykodok, hogy ma is ilyen sokan itt voltatok. Holnap 3 stream lesz, úgyhogy rámegyünk a szünnapra megint. Délelőtt Szausz, nem? Igen? Nem? De. Délelőtt Szausz Park, délután UFC, este pedig egy rövidebb stream lesz, hogy befejezzük a sister lokációt. Jó? Úgyhogy 9.30-tól Szausz Park, 14.30-tól UFC, este pedig, hát azt majd látjuk, hogy bírom energiával, ilyen 6:30 körültől befejezzük a sister location-t. Az lehet az a stream fél óra is, meg egy, meg másfél is, mert nem tudom. De hogy a FNAF-ot is befejezzük. Aztán egyébként teljes káoszba vagyok, mert jövő héten EA Sports FC React is kéne, citizezni is kéne, South Parkozni is kéne, jön a kód, lesz Fortnite stream is, meg kéne nézni a VRC-t is, és mindezek mellett le kéne vonatozzak Debrecenbe aputestet csinálni. Úgyhogy nem tudom, hogy a jövő hetet hogy fogom túlélni, míg igazából az se, hogy ezt a hetet, de hogy kurva sok, mármint hogy nagyon sok minden van. Igen, lesz Forti stream. Képzeljétek el, megkeresett az Epic Games, hogy szia Nessai, nagyot mennek a Forti streamek, mondj egy összeget. Én megmondtam egyet. Ők meg azt mondták, hogy oké, okay, bro, mehet. Úgyhogy lesz Fortnite jövő héten is, meg azutáni héten is. 2 Fortnite stream lesz. Úgyhogy, ja, tök jó. Úgyhogy még arra nem találtam ki, hogy mi legyen a program, hogy így nézői legyen, vagy randomokkal. Majd kitaláljuk. Ja. Ja, nem lesz semmi sellout, annyi, hogy Fortnite-ozunk, szóval nincs benne semmi, izé. Csak Fortnite-ozunk, úgyhogy Andi, megvettük Andi. Igen, úgyhogy hát látod, Xefi, meddig süllyedünk még, meg meddig süllyedek én, meg a Fortnite is. Nem tudom, hogy Jani ráére, most nem akartam úgy Janit meghívni, hogy izé, szia Jani, nekem fizet az Epic, te meg gyere már fortizni, szóval az így kicsit paraszt, nem, hogy Nekem fizetnek érte, és akkor Janit elhívom fortizni, úgyhogy nem hiszem, hogy jön Jani. De majd megkérdezem, de hogy az úgy kicsit paré. De majd megkérdezem. Meg Janinak pörgetni kell az LMV-ket, igen. Ha már nálam így elmaradt, nem tudom, hogy tudjuk-e majd idén még pótolni az LMV-ket, mert nagyon-nagyon állat lett elvileg. Mindegy is. Srácok! Avid marad estig, berédeljük Avidot. Hát berédeljük Avidot, majd meglátjuk, mit akar. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon köszi. Holnap találkozunk. Pihenjetek. Én is összeszedem az agyamat. Érezzétek jól egymást, jó?
Köszi mindenkinek, kellemes estét, szevasztok srácok! Pappáá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 á